Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a teremben jelenlévőket és természetesen a kamerán keresztül a város lakosságát. Megállapítottam, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes. Javaslom, hogy a képviselőtestület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg három új napirendi pontot. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan Hajdunánás Hunyadi út 68 C4/13 szám alatti ingatlan forgalmi értékének jóváhagyására és a vételár megállapításáról. Napirendi pontot a meghívóban szereplő 19. napirendi pontot követően javaslom megtárgyalni. Előterjesztés a Római Katolikus Egyház kérelméről, előterjesztés a Hajdunási Sport Klub kérelméről, napirendi pontokat egymás követően a zárt ülés előtt javaslom megtárgyalni. A meghívott vendégekre tekintettel a 4-es, 14-es és 15-ös napirendi pontokat egymást követően a meghívóban szereplő 2-es napirendi pont után javaslom megtárgyalni. Kérem, hogy a meghívóban szereplő 22-es napirendi pontot vegyük le a tárgyaló napirendek közül. Kérdezem, hogy van-e kérdés a napirend kapcsán bárki részéről. Hozzászólás, észrevételi szándék. Ha nincs ilyen, akkor a napirend elfogadásáról tudunk dönteni most. Megállapítom, hogy 11 igen egyöntetű szavazattal elfogadtuk a napirendet. Első napirendi pont tárgyalása következik, ez a polgármesteri jelentés. Részemről nincs kiegészítése. A polgármester úr? Nincs. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e a napirendhez kérdés? Pap Gábornének adom meg a szót. Polgármester úr, a jelentés tartalmaz, hogy polgármester úr tárgyalt a Krones Hungari Kft. Képviselőjével. Ha jól tudom, ez egy Debrecenben beruházó valamilyen gépgyártással vagy alkatrészek gyártásával foglalkozó cég, hogy milyen együttműködés várható Hajdunánás tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdések sorát lezárom. Felhívták a figyelmet és elnézést kérek. Most igen, akkor parancsoljon képviselő. A polgármester úr a legutóbbi rendkívüli ülésen is feltettem azt a kérdést, amit most felkívánok tenni. Van-e lehetősége az önkormányzat képviselőjének kérdezni, és ha van, akkor van-e joga a polgármesternek úgy reagálni arra, hogy a képviselőtársát elküldi a temetőbe, és a középső ujját a magasba emeli így. Mert ha van joga kérdezni, akkor most is fogok kérdezni. Ha ön így fog reagálni, akkor a mai napon én egyetlen kérdést fel nem teszek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetését. Én azt javaslom a képviselőtestnek, legfőképpen magamnak, de én megfontolásra javaslom mindenkinek, hogy van egy olyan mondás, hogy bizonyos szint fölött, bizonyos szint alá nem megyünk. Én ezt javaslom megfontolásra mindenkinek, magamra legfőképpen ezt próbálom érvényesíteni. Főhívták a figyelmemet, hogy hibáztam az elején, nem volt jegyzőkönyv hitelesítő választás, ezért most ezt tennék meg. Kérlek egy jelölés jegyzőkönyv hitelesítőre, Buczko József. Ő elvállalja, megszavazzuk-e Tóth Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Igen egyöntetű döntés hoztunk. Akkor kérdések sorát lezártam. Pap Gáborné kérdezte, hogy a Krones nevezetű cég hívta a Debrecen környezetében lévő nagyobb településeknek a polgármestereit egy találkozóra. Igazából ez egy globális nagy multicég, nagyjából 550 embert szeretne fölvenni a most épülő üzemében. Ez az üzem, ez a 2019 tavaszán elkezdi a termelését, és szerintem bajban vannak, nem nagyon találnak olyan munkaerőt, amire szükségük lenne. Nyilván az ember, amikor egy ilyen kérést hall, akkor kettős érzései vannak. Egyrészt, hogy nyilván jó lenne, hogyha nánási emberek, akik esetleg nem tudnak dolgozni, azok munkához jutnának, de én azt gondolom, hogy felelős vezetőként én azt nem tudom fölvállalni, hogy
arra biztassam a nálási embereket, hogy mondjuk hagyjanak itt nálási munkahelyeket, és mondjuk elmenjenek egy ilyen céghez dolgozni. Az viszont egy racionális alternatíva lehet, hogy esetleg a nálásiak, akik nem nálásan élnek, és mondjuk kereset miatt mentek el, jövedelemszerzés szempontjából mentek el a településre, az egy racionális karrierterv lehet, hogy itt azért lényegesen magasabb fizetések vannak már, mint amik korábban volt, és esetleg ezek az emberek jöjjenek haza. De ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy nincs is igazán jó válasz erre, én azt gondolom. A képviselőnek a kérdésének az első fele természetesen bármelyik képviselő, mint ahogy eddig is, továbbra is kérdezhet, és természetesen válaszokat fog kapni, ha ezek legfőképpen meg nem provokatívak. De még egyszer, ugyanezt legfőképpen magam számára, de ezt javaslom a képviselőtestületnek, és egy bizonyos szint fölött nem menjünk egy bizonyos szint alá. Ezt szeretném kérni a képviselőtársaimtól. Hozzászólás, észrevétel. Megadom a szót dr. Éles Andrásnak. Menjünk túl ezen a kérdésen. Én mégis azt mondom, hogy az olvasásban még soha senki nem halt bele. 100 évvel ezelőtt született, halt meg Ady Endre. És milyen érdekes, a következőket írta egy versenben. Kicsit többért. Egy tál meleg ételt. Fordozatlan ruhát, tisztességet és emberibb szavakat. Álmodik a nyomor, ez a neve a vers, vagy ez a címe a versnek. Fontolja meg az emberibb szavakat. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék a polgármester jelentéshez? Ha nincs ilyen, akkor szavazásban vagyunk. Először az első fejezetről fogunk döntést hozni. Igen, ez elfogadásra került. A kettes fejezetéről hozunk döntést. Igen, ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Kettes napirendi pont tárgyalása következik. Előterjesztés a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti alapellátásról szóló 10/2018 6. egyes önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. A bizottságok megtárgyalták, és a bizottságok egyöntetűleg mind a két pont elfogadását javasolják. A Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Kérelemmel fordult a testülethez, melyben a 2019 évi étkezési nyersanyagnorma az elmúlt évek inflációját követve 4%-os emelését kéri. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van a gazdaságításának hozzászólási szándéka? Nincs. Van-e kérdés képviselőtestület tagjai részéről? Kérdésre nem látok jelentkezést, hozzászólás, észrevétel. Ha nincs ilyen, akkor szavazásban vagyunk, aki ezt el tudja fogadni. Először az első napi rendről szavazunk, vagy bocsánat, az első határozati javaslatról. Megállapítom, hogy 1-10 igennel az elfogadásra került, nemmel szavazott dr. Éles András. Kettes határozati javaslatról szavazunk most. Ugyanígy dr. Éles András nem szavazott, a 10 igen szavazattal az elfogadásra került. Hármas napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 4-es napirendi pont volt. Tájékoztató a Hagymás Holding ZRT és tagvállalata 2019 évi üzleti tervének bemutatásáról. Kérdem vezérigazgatórát, hogy van-e? Parancsoljon vezérigazgató. Bizottságok megtárgyalták, és a bizottságok elfogadásra javasolják. Nyilvánvalóan így minden év elején a holding és a tagvállalatai bemutatja az üzleti tervét, ez történik most is. Megadom a szót az igazgatónak. Parancsoljon! Tisztelt képviselőtestület, köszönöm szépen! Én csak rövid kiegészítéssel szeretnék élni. Én azt gondolom, hogy bizottságülésen és felügyelő bizottságüléseken is alaposan áttárgyalásra kerültek az üzleti tervek. Először is szeretném megköszönni a kollégáimnak, illetve a tagvállalatban dolgozó kollégáknak a munkáját. Az üzleti terv elkészítése során én azt gondolom, hogy ez egy komoly feladat volt a 2018-as évi eredmények után letenni az asztalra egy olyan üzleti tervet, ami kifejezetten a fejlesztéseket vetíti előre. Úgyhogy köszönöm nekik a munkát.
Igazából a üzleti terv egy elég hosszú anyag, úgyhogy én részletesen nem elemezném ki. Két pontra hívnám fel a figyelmet, ami stratégiai fontosságú 2019-es évben, illetve elindít egy folyamatos fejlesztést. Ugye az egyik a távfő fejlesztés, a másik pedig a fürdőnek a jövője. A távfő vonatkozásában kb. Két évvel ezelőtt tájékoztattuk a képviselőtestületet arról, hogy milyen állapotban a távfő rendszere. Ezt követően még pályázati forrás nem volt, vállalatcsoporton belül sem volt forrás ennek a rendezésére, viszont nagyon súlyos hiányosságok voltak. Ezt követően egy elemzést végeztünk, egy felmérést, majd elkészítettünk egy fejlesztési koncepciót. Időközben megtaláltuk hozzá azt a forrást, amivel ezt a beruházást el lehet végezni. Megkaptuk az önkormányzat támogatását az önerő biztosítására azzal, hogy a vállalatcsoport vállalta, hogy ezt megpróbálja finanszírozásból megoldani, és a megújított távhő energetikai hatékonyságából így nem kerül plusz pénzbe, onnan lehet rendezni magát a hiteltörlesztést. Sikerült 2018 évben megnyerni a pályázatot, illetve az önerőt is biztosítottuk, kormányzati engedélyt követően az OTP Bank ZRT-vel leszerződött a Hépszor Kft., és így az önerő is rendelkezésre áll a beruházáshoz. A beruházás azért csúszik, nem azért, mert a Hépszor Kft. Valamilyen hiányba lett volna, a konzorciumban történnek a távhőberuházások, tehát több távhőberuházást fog egybe a konzorcium vezető. Mi bízunk benne, hogy 2019-es fűtési szezonra meg tud újulni a távhő rendszere, ami egyben megtakarítást jelent az önkormányzatnak, de még fontosabb az, hogy stabilitást a városnak, és egy elég hosszú távon bízunk benne, hogy 20-30 évre előre tudjuk rendezni a távhő műszaki stabilitását. A másik nagyon fontos, ez a fürdő, és hasonló úton kezdtünk el dolgozni. Ugye a Hajdonási Gyógyfürdőnél először a vállalatcsoport, illetve a Hépszor Kft. Reorganizációjával történt egy rendezés, amit saját erőből meg lehetett tenni. Ezt követően egy átvilágítást rendelt meg a Hajdonási Holding ZRT a 2017-ben megtakarított forrásaiból. Ennek az átvilágítás feltárta azokat a hiányosságokat, ami a fürdőben megjelenik, illetve azt is, hogy pénzügyi racionalizációra további lehetőség már nincs. Összehasonlítva a hasonló méretű fürdőket, a Hajdonási Gyógyfürdő pénzügyi folyamatai azok sokkal rendezettebbek, mint másnak. Nyereség úgynevezett EBITDA tartalma is nagyon jó, viszont a műszaki elavultság és a fejlesztések hiánya egy olyan kockázatot rejt, amivel lecsúszhat a környező fürdők, hogy nem tud versenyképessé válni, nem lehet növelni az árbevételt, illetve a vendégszámot. Ez egy elég komoly anyag, ennek a összefoglaló bemutatása is került a képviselőtestület ülésén, és első negyedében a cél az, hogy elkészítsük és elinduljunk a teljes fürdő fejlesztési operatív anyagnak az elkészítésében. Ez azért fontos, hasonlóan a távfőzés, azért kezdtem a távfővel, mert ha összeáll az a fejlesztés, amit Hajdonáson végre kellene hajtani, ez társadalmi képviselőtestület, illetve vállalatcsoporton belül elfogadást nyer, akkor utána lehet menni a pénzügyi forrásoknak. Ugye tavaly évben, illetve 17 végén, 18 elején az utolsó pont is felkerült az ire, hiszen a Hajdonási Gyógyfürdő először gyógyfürdővé, majd megszerezte a fürdő szövetség tanúsítványait, a 4 csillagos tanúsítványokat, és ezt követően a gyógyhelyi minősítést is sikeresen zártuk. Innentől fogva a fejlesztési irány, ami a legfontosabb. Az átvilágítás rámutatott olyan fejlesztési és változási irányokra is, ami nem feltétlenül pénzkérdés. Ezt ígéretet is tettem bizottságülésen is, felügyelőbizottságülésen is, hogy erre készül egy intézkedési terv, ezt már azonnal el lehet kezdeni, és emellett el kell készítenünk a fejlesztési koncepciót, ezt be kell árazni, és meg kell találni hozzá forrásokat. Ez az elkövetkező időszak legnagyobb feladata, és én azt gondolom, hogy ez lesz a kulcsa annak, hogy stabilabbá tudjon válni a vállalatcsoport, és a Hajdonási Gyógyfürdő el tudjon indulni egy fejlődés útján. Mind a két beruházást, illetve a vállalatcsoport egészét 18-as évben jellemezte az energetikai fejlesztések, ugye az önkormányzattal együttműködve, illetve az önkormányzat pályázat alapján a Prokultúra működtetésében lévő intézmény, a Völgyesi Központ az energetikai racionalizáláson ment keresztül, illetve a távhő vonatkozásában is, mind a gázmotor elindítása reális 2019 elején, ami jelentősen javíthatja a távhő bevétel költségszerkezetét, és elindultunk a fürdőben saját fejlesztéssel a kísérő gáz hasznosítására, azaz egy gázmotor telepítésére, ami energia szempontjából áramköltséget csökkentet és fűtési energiát tud majd biztosítani.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden van az üzleti tervben. Fontos az, hogy a fejlesztéseket végig tudjuk csinálni, és minden tagvált vonatkozásában pozitív eredménnyel tervezünk. Nagyon pici bérfejlesztést tudtunk végrehajtani, én azt gondolom, hogy ez nem elég, de ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk vinni és fel tudjanak zárkozni a bérek a vállalatcsoport vonatkozásában, kellenek a fejlesztések, mert különben nem fogunk tudni annyit megtermelni, hogy ezt ki tudjuk gazdálkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a kérdezés lehetőséget a képviselőtestület tagjainak. Megadom a szót először Papp Gábornak. Köszönöm, polgármester úr. Egyik kérdésem a HIP-szolgra vonatkozik, mint a tájékoztatóban szerepel jelentős 264 millió forint az eladósodottság összege vagy mértéke. Ön szerint, vezérigazgató úr, ez milyen hosszú távon görgethető még? Illetve a másik, hogy ott ebben a tájékoztatóban ismételten évtizedes hiányosságokról beszélünk. 7-8 év nem elég arra, hogy már ezek a hiányosságok valamilyen módon felszámolásra kerüljenek. A következő kérdésem nagyon egyszerű. A tájékoztatóban olvastunk arról, hogy urnafal megépítését vagy elkészítését tervezik a temetőben. Erre korábban is már volt lakosságigény, tehát van-e arra esély, hogy ez meg is valósul ebben az évben. A következő kérdésem pedig az NPC-t érinti. Látjuk, hogy több volt a közfoglalkoztatott dolgozók száma, mint a teljes időben foglalkoztatottak száma, és hogyan fogja tudni kezelni ebben az évben ezt az intézményt. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót dr. Éves Andrásnak. Nekem az a kérésem, hogy szíveskedjen megmondani nekünk, hogy a Nánás Holding ZRT, vagy Hajdonánási Holding ZRT bevételeinek hány százalékát adja a közfeladat ellátás, és hányat ad, vagy hány százaléka a egyéb tevékenységből származó bevétel. Nekem egy kicsit zavaró az, hogy részekre bontják a beszámol, vagy a tájékoztatást, ugyanakkor csak a holding vezetője van itt, ezért már ő válaszol. Ezért megkérdezem, hogy a HIP-szolg tájékoztatójának 5. oldalán 3-4 évvel ezelőtti vezetői intézkedésekről tesznek említést. Eddig ezekről nem tudtunk, hogy azok milyen rosszak voltak, azok a vagy kötelezettséget róttak a cégre. Szeretném, ha nyilatkozna arra vonatkozóan, hogy milyen befektetőkkel képzeli el a holding a fürdő fejlesztését, és rendjén való-e az, hogy a holding létrehozása óta a 7. igazgatója van a cégnek. Nem érez-e felelősséget ebben a kérdésben? És megint stratégiáról beszélünk, miközben elüldözték például a szigetlakókat a fürdőből. A pinceklubbal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ki volt a kivitelezője a pinceklubnak, és az ott lévő műszaki problémák mire vezethetők vissza, és az utolsó kérdés, hogy a fürdő beruházásról 2011-ben volt fürdőberuházás, arról nagyon degradálóan beszélnek. Köszönöm, van a további kérdés. Nincs további kérdés, akkor a kérdések sorát lezárom, ezért igazgatónak megadom a válaszadás lehetőségét. Köszönöm szépen, igyekszem kielégítően válaszolni. 264 millió forintos eladósodottság ugye a mérlegkészítés fordulónapján, ez ugye még nem mérleg, az üzleti terv viszont mérleg alapon történik, forduló napján minden kötelezettséget bele szoktunk tenni az anyagba. Itt van, ami 0-15 napos, 15-30, 120 napos. Ugye a 264 millió az nem a hosszú távon lejárt tartozásállomány mutatja, hanem a teljeset. Valóban nagy a kötelezettségállomány. Ugye ennek egy része ezen folyamatosan átütemezésre kerül, tehát minden évben az történik, hogy a távhő időszakában, amikor csak a távfűtésből származó bevételek érkeznek meg, azoknak jellemzően egyébként a 70-80%-át tudja a vállalatcsoport beszedni, ez egyébként országos átlag, ebben azért javultunk.
akkor át szokta ütemezni a főleg a nagy szolgáltatók gáz, illetve áramszolgáltatóknak a kötelezettségét, és ahogy a nyári szezon elkezdődik, a fürdő árbevételéből tudja ezeket rendezni, illetve a víz érkezik meg majd össze, tehát ez egy folyamatosan görgetett, átütemezett, de mindig rendezett, éventúli tartozási állománya jellemzően nincs, tehát olyan, ami mondjuk felszámolással veszélyeztetné, de alapvetően problémás, tehát én ezzel egyetértek, hogy sokáig nem tartható fent, és ugye mindig ott dől el, hogy átbillene abba az állományba, amikor már nagyobb a tartozási állomány, mint amennyi a bevételi. Egyelőre ezt tudtuk tartani, nehezen sikerült, de tudtuk tartani, és pont ez az a pont, amiért mind a távfő vonatkozásában a fejlesztést végre kell hajtani, mert ez egy megtakarítást tud eredményezni, tehát akkor nem képződik akkora energiaköltség, illetve hogyha fürdő vonatkozásában meg tud történni a fejlesztés, akkor nem igényel évközben annyi ad-hoc jellegű beruházást, javítást, illetve ott is az energiahatékonyság mind a vízben, mind pedig az elektromos áramban csökkentheti a költségeket. Egyetértek azzal, hogy ezek a fejlesztések nem valósulnak meg, akkor nehéz helyzetbe tud kerülni elsősorban a HEPSZOR Kft. Ugye 7-8 év nem volt elég? Nem. Tehát itt olyan... Az egyik az, hogy nagyon komoly adósságállományt örökölt a vállalatcsoport, illetve a HEPSZOR jellemzően. Ennek az átütemezése éveken keresztül tart, folyamatosan tudja törleszteni, és amikor átütemez egy régi tartozási állományt, akkor maga elé rak egy újat, hiszen annyit nem keres meg, mint amennyi a korábbi évek tartozása volt, és az éves működés. Tehát nem lehetett. A másik az, hogy képviselő úr jelezte a fürdőberuházás, hogy azt mondta, hogy degradálóan minősítjük. Igen, nagyon sok hiányosság van ezzel kapcsolatosan, ami plusz költségeket generál. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 7-8 évvel ezelőtt megképződött egy tartozási állomány, és még mindig azt rendezi, hanem egy elég hosszú időszakból képződő probléma halmaz, ami folyamatosan jelenik meg, illetve folyamatosan törleszti a cég. Egy példát mondok, és akkor így érthető lesz. Például a szennyvízbírságnál, amikor megképződött 60 millió forint, azt át kellett ütemezni több évre, és évek alatt fizette ki a cég, ez mind a forrásaiból jött el. A fürdőberuházásnál mondjuk a nem megfelelő szivattyúknak a beépítése miatt minden évben 2-3-szor ki kell darúzni a szivattyút, el kell vinni szerelni, vagy új szivattyút kell venni, holott egyébként egy beruházást követően azért 5-6 évig működnie kéne annak a szivattyúnak. Ezek mind olyan pluszköltségeket generálnak, amivel nem tud tervezni a cég, és nem tudja, mert nincs akkora nyereségtartalma, hogy folyamatosan ezeket rendezze, vagy akár a gyermekmedencének a teljes test újraépítése, ami megroppant, teljes burkolatcserét kellett végezni, ezek mind az üzleti tevékenységen kívüli állagmegóvó dolgok, és ezek mindig generálnak magukkal újabb problematikát, vagy ha nézzük a távhő vonatkozásában a javításokat, illetve a pályázatokat. Ez az oka ennek. Tehát akkor a nyereségtartalom nem tud képezni, hogy egyszerre kifizesse a régi terheit, felújítsa a problémás dolgait, kijavítsa a hibákat, illetve a konstrukciós hiányosságokat, és akkor utána már csak teljes árbevétel az adott évre vonatkoznak. A mérleget, tehát a cégnek az 12 hónapos gazdasági eseményeit nézzük, akkor nyereséget tud termelni. De az a probléma, hogy ugye a mérleg és a korábbi tartozási állomány elválik, tehát a cash flow, a készpénzáram, meg a számviteli, azok elválnak egymástól. 12 hónapon belül, ha csak azt nézzük, hogy csak abban az előző időszakban keletkezett kötelezettségeket, hibákat nem vesszük, csak az adott 12 hónapban létező működést, akkor a cég tud nyereséget termelni és likviden működni. Csak mindig jön hozzá, vagy egy korábbi probléma, vagy egy felgyülemlett tartozási állomány. Ezért húzódik ez a dolog. Jó. Oké. Okay. Az urnafal volt a következő kérdés. Igen, egyeztettem ügyvezető úrral, és itt szeretnék elnézést kérni azért, hogy Gélák Pál kollégám nincs itt. Előre befizetett szabadságom van. Én azt a döntést hoztam, hogy nem szeretném a családi nyaralását megkérni. Dolgozik eleget, úgyhogy tudom képviselni. Amire nem tudok válaszolni, természetesen írásban vissza fogom azt hozni. És egyeztettem vele temetőről különösen sokat. Igen, az urnafalnak a megvalósulását reálisnak tartjuk 2019-ben. Közfoglalkoztatottak, azt hiszem, hogy képviselő még ott volt, igen, az MPNC közfoglalkoztatottak, igen. A Nánás Prokuratúra
Ahogy az korábban is, mind az áráskor, mind az előző üzleti tervekkor is jeleztük, nem nyereségorientált gazdasági társaság, non-profit módon működik, közművelődési koncepció végrehajtásáért felel, és a bevételeit vállalkozási tevékenységből nagyon alacsonyan tudja tartani, hogyha ezt elkezdenénk növelni, akkor átfordulna egy teljesen más típusú gazdasági társaságba, én azt gondolom, hogy nem is cél, és nem is erre jött létre. A bevételi jelentős részét önkormányzati forrásból és pályázati forrásból tudja biztosítani. Az egyik, és Magyarországon egyébként a közfeladat, a közművelődéssel foglalkozó intézmények mind hasonló szerkezettel működnek. Maga a bérezés vonatkozásában, hogyha klasszikusan csak a piacról vásárolna művelődésszervezőt és egyéb pozícióban levő kollégákat, nem tudná kitermelni a bérüket, ezért az önkormányzatnak sokkal magasabb forrást kellene a cég rendelkezésére bocsájtani, hogy a bérköltséget ki tudja fizetni, viszont közfoglalkoztatotti pályázat keretében, ugye a munkahelyteremtő pályázatok és közfoglalkoztatotti pályázatok vonatkozásában tud pályázni, évek óta így viszi tovább, és amíg ezek a pályázatok nyitva vannak, ezáltal tudjuk csökkenteni az önkormányzati forrásigényt a cég vonatkozásában. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy nem az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak dolgoznak a cégben, hanem saját jogon közvetlenül pályáz közfoglalkoztatotti programra, és így foglalkoztatja a kollégákat. Kérdés volt, hogy a holding, képviselő úrnak volt kérdése, hogy a holdingnak mekkora arányban származik az árbevétel a közfeladat ellátásból. A Hajdonási Holding ZRT-nek nulla, a vállalatcsoportnak ez változó, de 54% nagyságrendileg, tehát több mint a fele közfeladat ellátásból származik. A Hépszó Kft. 3-4, igen, az ötödik oldalon, elnézést kérek, én visszalapoztam, nem emlékeztem pontosan az oldalszámokra, de megnéztem. 3-4 éves vezetői problémakör miből adódik. Volt egy közbeszerzés. A közbeszerzés megelőzően az áramszolgáltatóval kötött szerződés, egy hibás szerződés aláírás történt, ahol azt vállalta az akkori cégvezető, hogy újra lehetőséget biztosít ugyanennek a szolgáltatónak ajánlattételre, szerződik vele a következő időszakra a elektromos áramszolgáltatás vonatkozásában, csak közbeszerzési eljárás alá esett már a áram beszerzése. A közbeszerzési eljárásban ő nem adott ajánlatot, ebből egy per keletkezett, egy ködbérigényt jelentett be ez a szolgáltató. A per első fokon már zárult, sikerült jelentősen mérsékelnünk az ő ködbér igényét, de mindenképpen van egy fizetendő része a cég vonatkozásában, ez egy hibás szerződéskötésből adódik. Két cég is lehetőséget kapott arra, hogy ajánlatot tegyen, viszont a közbeszerzési eljárás ezt már nem tette lehetővé. A vezetők vonatkozásában, hogy felelősnek tartom-e magam abban, hogy több vezető váltotta a Hépszol Kft-t, igen. Én azt gondolom, hogy mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy egy főleg felső vezetőként, hogyha a közvetlenül velem dolgozó kollégák elhagyják a céget, nagyon-nagyon sok teher van a Hépszol Kft. Vezetésén. Én ezt felügyelőbizottságülésen és bizottságülésen is elmondtam. Az az ember, aki a Hépszol Kft.-t napi szinten beleáll és viszi, az felőrli az embereknek a mindennapjait, a munkáját. Nagyon komoly stressz éri őket, és nem bírják. És nem tudom hozzátenni minden esetben azt a jövedelem szintet, ami ezt a stresszt és ezt a terhelést vezet, és elképzelhető, hogy ha többet átvettem volna a kollégáktól, vagy elvontuk volna, biztos, hogy tudtunk volna ezen javítani. Ebben a vonatkozásában igen, abban, hogy a cég olyan helyzetben volt, hogy bárki, aki belevágta a fejszét ebbe a fába, hogy próbálja rendezni, előbb-utóbb felmorzsolódott. Én bízom benne, hogy a mostani Hépszol vezető Gélák Pál kollégámnak nagyobb kitartása lesz, és nagyobb támogatást tudok, még nagyobb támogatást tudok neki adni. Nagyon nehéz kenyér, mindenkinek azt gondolom, hogyha beleül abba a székbe. Pince Klub, én erre adnék egy visszajelzést képviselő úr írásban, nem emlékszem pontosan, nem szeretnék hibás adatot szolgáltatni, elő fogom venni a közbeszerzési vagy a beszerzési eljárást, meg fogom nézni, hogy kivel szerződtünk, és adni fogok egy írásos választ arra vonatkozóan, hogy a jelzett probléma, nevezetesen a WC-ben megjelenő szennyvíz probléma, mire vezethető vissza, és hogy tudjuk ezt bárhogy érvényesíteni, vagy történt ebben bármi. Volt még két kérdés, segítsen nekem. Először is,
Jaj, szigetlakók, igen, igen, és akkor még volt... Hát azt mindjárt megnézem én is, mert segítsenek. Én a válaszra figyelek, nem a korábbi kérdéseimre. Elnézést kérek, hogy figyelmetlen voltam. Milyen befektetőt akarnak? A fürdőbe? Befektetőt? Jó. Hát ugye a szigetlakók, én átvettem képviselőtől ezt a kifejezést, ugye van a hajdonási gyógyfürdő tulajdonában lévő ingatlanon egy olyan tó, ami kifejezetten a elfolyó melegvíz ülepítésére szolgál, amit folyamatosan mérnek, és ugye engedélyünk van arra, és az engedélyhez annak a megfelelő minőségi paramétereknek, azaz tisztaságának meg kell lennie. Amikor elindultunk ezen az úton, szeretnék csak ismételni, hogy olyan korokozó jelenlétét mutatta ki a vizsgálat, ami hogyha egy határértéket átlépett volna, bezárták volna a hajdonási gyógyfürdőt, és akkor most nem arról beszélgetnénk, hogy lesz a fejlesztés, hanem miért hagytuk bezárni a fürdőt. Elindultunk abba az irányba, hogy ott csatornázás legyen, ez olyan költséget tett volna vállalatcsoportra, amit nem vállaltunk, illetve maga a jellege ennek a tónak én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint hogy jó néhány éve fent lévő vikendházak, nem csatornázott vikendházak maradjanak ott. Ezért felajánlottuk az ottani bérlőknek, ez fontos, hogy a bérlőknek, hogy a szárazföldi részen, tehát a nem a szigethez tartozó részen területet biztosítunk nekik, és ugyanott tudják folytatni az üdülőnek a kialakítását. Van, aki élt is ezzel, és igazából ezért zártuk le a szigetet, nem is tervezünk a szigetre olyan beruházást, ami kifejezetten mondjuk üdülővezetet hozna létre. Befektetőt a fürdőbe egyáltalán nem tárgyalunk befektetővel, tehát nincs befektetői tárgyalás, nincs olyan tárgyalás akár a szigetre, akár az üdülővezetre, akár a fürdőre vonatkozóan külső befektető megérkezne. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy szeretnénk megtervezni és meg fogjuk tervezni a fürdő fejlesztési koncepcióját, ami arra szolgál, hogy tudjuk, hogy mit akarunk fejleszteni, hova fog tartani a fürdő és ez mennyibe kerül. A következő lépés lesz, amikor ez elkészült, tudjuk, hogy mekkora összeggel és milyen ütemezéssel kell haladnunk, hogy honnan találunk hozzá forrást. Én bízom benne, hogy ehhez állami vagy kormányzati vagy Európai Uniós forrást tudunk találni, és nincs egyenlőre semmilyen egyeztetés, szó, tárgyalás, döntés, elképzelés arra, hogy bármilyen befektető. Nem is értem a kérdés felvetést. Tehát nincs befektetői. Köszönöm a kérdését adott választ. Talán a kérdésekre adott válaszhoz némi kiegészítést szeretnék tenni. Egyrésztről a 2010-es évek elején két olyan esemény történt, ami alapvetően összetörte azt az üzleti modellt, ami korábban föl volt építve a városba. Az egyik, hogy maga az egész hépszolg és a fürdő működése az az ivóvízből keletkező nyereségből volt finanszírozva, és egy teljes keresztfinanszírozás volt. Konkrétan a város lakossága finanszírozta a fürdőnek az ivóvíz és édesvíz szükségletét, és csatornázási díjat csak kellett fizetnie a fürdőnek. Amikor ez megszűnt, akkor tulajdonképpen egyrésztről az a nagyságrendileg szűk 100 millió forintos nyereség esett ki a cég alól, amit a ivóvíz ágazat szolgáltatott évente. Másrésztről, meg a másik oldalon meg jelentős költségtöblet jelentkezett a fürdő tekintetében. És a fürdőnél sok olyan dolog van, amiről lehetne hosszasan beszélni. Szokták mondani, csak jót vagy semmit. Itt én csak annyit mondanék el, hogy hosszú évtizedekig hirdettük, hogy gyógyfürdő vagyunk. Kiderült, hogy nem. Jól hangzott, de nem voltak mögötte meg azok a lépések, amelyek meg kellett lennie. Ez tényszerű. A másik ilyen fontos kérdés, hogy akkor, amikor több esetben, ugye volt egy 2006-os szennyvízberuházás, maga a szennyvíz ágazat sosem tudta azokat a műszaki paramétereket és vízminőségi paramétereket biztosítani, ami egyébként törvényi kötelezettség lett volna. A korábbi vezetés évről évre bekalkulálta azokat a büntetéseket, amit ezért a Környezetvédelmi Hatóság kirótta a cégre. Volt egy elv, ami alapján évről évre egy növekedő mértékű büntetési hányad volt ez. Aztán a türelmi időszak véget ért, és nagyságrendekkel nagyobb büntetés érkezett. Ezzel tulajdonképpen azt a helyzetet szeretném lefesteni,
hogy bár a cég vezetése tudta, hogy folyamatosan jelentős káresemény történik a szennyvíztelepen, azt is tudták, hogy nagyjából honnan és milyen formában érkezik ez, de semmit nem tettek ennek a felszámolására az én tudásom szerint. Amikor a környezetvédelmi hatóságnak a türelme elfogyott, akkor nagyságrendileg egy 60 millió forintos büntetés érkezett a céghez, ezt valamelyen sikerült mérsékelni, és több részletben sikerült ezt a helyzetet kezelni, illetve évek során került ez kifizetésre. És én azt gondolom, hogy ezt látva az akkori vezetés fölállt és elment, mert látta, hogy ez a cég ebben a formában menthetetlen. Nyilván egy teljesen új üzleti koncepciót kellett kitalálni. Tulajdonképpen az elmúlt években ennek a hatásait próbáltuk meg rendbe rakni. Én azt gondolom, több-kevesebb sikerrel ez sikerült, és egy teljesen új üzleti modellt kellett fölépíteni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, egyrészt kiesett egy 80-100 millió forintos évi nyereség az ivóvízágazatból, másrésztől pedig megjelentek azok a kiadások, amelyek a korábbi időszakban nem voltak elszámolva, gyakorlatilag egy keresztfinanszírozással működött a fürdő. Szerintem ez egy fontos kérdés, és ez mutatja nagyjából azokat a feladatokat, amit az elmúlt években el kellett végezni, illetve nyilvánvalóan ez választ ad arra, hogy mondjuk 2013-ig miért volt akkor is több lépcsőben ilyen vezetőváltás. Másrészt meg azt gondolom arra, meg vezérigazgató adott választ, hogy jelenleg pedig azért ez egy elég komoly és feszített feladat, nem kis megterheléssel jár, és hozzá kell tenni, hogy mondjuk Hajdúnánáson ezek a bérek nem mindig versenyképesek a körülöttünk lévő nagyvárosok hasonló vezetői béreivel, főleg, hogyha egy ilyen aránylag nagy munka teher is járul hozzá. Én ezzel szerettem volna kiegészíteni a kérdésekre adott választ. Hozzászólás és észrevétel lehetőségét nyitom meg. Magam a szó dr. Éles Andrásnak először. Polgármester úr, bámulatos, ahogy megpróbálja a cég vezetése és ön is egy lassan 9 éves regnálás alatti tevékenységet olyan szépre formálni, hogy itt minden csak a múltba történt. Na hát akkor nézzük. 2011-ben Hajdúnánás polgármesterét úgy hívták, hogy Szólád Tibor. A fürdő oly sokat bírált kivitelezése 2011-ben történt. 2011 óta megkérdezem, hogy a hajdunánási önkormányzat mit érvényesített a kivitelezővel szembe, a jogi lehetőségeit figyelembe véve. Vagy csak minden beszámolóba köpködjük a kivitelezőt, de nem tettünk vele szembe semmit. Szóba kerül mindig ez a gyógyfürdő és egyéb kérdések. Mármint, hogy papíron gyógyfürdő vagy nem. A víz nem cserélődött ki. Tessék megmondani, mennyibe került, milyen hatalmas összeg volt az, hogy önök gyógyfürdővé nyilvánítatták, ahogy mondják, gyógyfürdővé nyilvánítatták a papírt. Mennyibe került? Az adósságról beszélünk, de azért el ne felejtsük már, tisztelt uraim, hogy 60 millió forintos szennyvízbírságról beszélnek, ami nem is 60, olykor ilyen számokat mondanak, máskor olyat, és a 110 millió forintos ingatlan értékesítés. Polgármester úr, szíveskedjék elmondani Horváth úrnak, vagy vezérigazgató úrnak, hogy megroppant-e a gyermekmedence, gyermekmedence, a fürdőben lévő gyermekmedence teste, vagy nem roppant meg. Itt ön a testületi ülésen azt mondta, és tudomásom szerint szó sincs megroppanásról, hogy nem roppant meg. Most a vezérigazgató úr megint előjön ezzel a, már bocsánat, betakart dumával, hogy megroppant a test. Nem igaz, hogy megroppant a test. Ami pedig a nánás prókultúrát illeti. Igen, sokkal nehezebb helyzetben van, mert olyan feladatokat is el kell látnia, amelyik rentábilisan soha nem lesz működtethető, kell hozzá közfoglalkoztatott, a nagyon alacsony bérrel, mint a kendereskert, mint a pince, amelyikről egyértelműen kiderült, hogy egyik sem lehet nyereségesen működtethető. És miért nem tudtunk eddig arról, hogy történt egy ilyen szerződés aláírás,
amelynek következménye volt ezek szerint lehet, hogy a vezetőváltás is, de hogy ez kötelezettséget róhat a cégre. És egyetlen mond, bocsánat, majd a második. Megadom a szót Tóth Imrének. Köszönöm szépen, polgármester úr. Úgy gondolom, hogy a holding, illetve a hozzátartozó cégek nagyon fontos feladatokat látnak el a városban, ezt évről évre láthatjuk, ha más nem, akkor a képviselőtestületi üléseken, a beszámolókban. Csak néhány elem, a távhő, fürdő, temető, a kulturális élet szervezés, ezek most is szóba kerültek. Ezek ellátása, ha külső szervezeteket vennénk igénybe, akkor, mármint ha közfeladatokról beszélünk, akkor nagyságrendekkel nagyobb kiadást jelentene a város számára. Így a cég és a cégcsoport fenntartása szerintem a városunk költségvetése számára létfontosságú. Én szeretnék köszönetet mondani a cég vezetésének és minden dolgozójának azért a küzdelemért, hogy a cégcsoportokat, cégeket működő képes állapotban tartják, és ezzel hozzájárulnak a városlakók életminőségének a javításához. Köszönöm szépen. Van a további hozzászólási szándék? Ötvös Attila képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim. Én már sok mindent elmondott képviselőtársam, mint felügyelőbizottság elnöke is, meg nyilván mint képviselő is, azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy én úgy gondolom, hogy maga a holding létrehozása az egy jó döntés volt. Amit itt képviselőtársam is felhozott az elmúlt 9 év, vagy nem tudom én hány év, nyilván itt én úgy gondolom, hogy itt akkor is vissza kell nyúlni. Tehát ezek egy egymásra épülő történetek, ezek egyik napról a másikra nem biztos, hogy sikerül megoldani. Én nem mondom azt, hogy most biztos, hogy minden döntést, vagy mindent a legjobban hoztak. Itt képviselő, valaki, vezérigazgató is elmondta, hogy például milyen szerződéseket írt alá. Ez egy rossz döntés volt az akkori vezető részéről, de ezt lehet úgy mondani, hogy esetleg még jobban oda kellett volna rá is figyelni, hogy milyen döntéseket hoz. De ennek ellenére azt mondom, hogy továbbra is, hogy ez egy jó döntés volt, hogy ezt a holdingot ezt létrehoztuk. Nyilván itt az örökölt problémákat minél hamarabb rendbe kell tenni. Magára most az üzleti tervre szeretnék annyit, hogy én szerintem egy reális helyzetértékelést kaptunk, és megfelelő információkat is kaptunk. Itt a FEB kérése volt, hogy az előző évek adatai is legyenek benne. Tehát mikor mi először megkaptuk az üzleti terveket, a terv adatok szerepeltek, és a felügyelőbizottság kérése volt, hogy már ide a képviselőtestület elé, vagy a képviselők már lássák az előző évi tényadatokat. Tényadatokat is. Nyilván 2018 még nincs meg, tehát ezért van 2016 és 2017 az anyagban. Ami maga, tehát amit fel is sorolt, tehát hogy az üzleti cél, hogy mi a célja, én úgy gondolom, hogy ez reálisan be is van mutatva, tehát hogy a likviditásnak a megtartása, ezt említette külön most vezérigazgató úr is, a távhőrendszer felújítása, ugye ebbre se kell különös, tehát nyilvánvaló, hogy sajnos ez is mondhatni azt, hogy majdnem egy időzített bomba, tehát ezt mindenképpen meg kell valósítani, és itt nem a holding vagy a hépszolg, ami miatt még nem indult meg ez a beruházás, erről is kitért vezérigazgató úr, de úgy gondolom, hogy ezen is rajta van mindenképpen, és ez meg is lesz valósítva, illetve még följött ez a fürdőfejlesztés. Ugye a decemberi ülésen volt, amikor itt az átvilágításról megkaptuk, nyilván felügyelőbizottságon is tárgyaltuk, ennek apró lépésenként el kell, hogy induljon azok irányába, hogy maga a fürdő nyereségesen tudjon működni. Tehát ez mindenképpen fontos, és nyilván nem egyszerre kell, ott is befejezem, jó? Nem egyszerre, nincs az a pénz, forrás a birtokunkban, amikor elhangzottak, hogy szinte egyszerre megtörténjen, de egy fokozat alapján el kell, hogy induljon. Tehát újra úgy gondolom, ott meg is volt, hogy fogalmazva, hogy a térség fürdőjével kell fölvenni a versenyt.
És tehát maga az üzleti terv úgy gondolom, hogy igenis egy reális képet tár elénk, és ennek a megvalósításához én úgy gondolom, hogy ez meg is fog valósulni, és ezzel tovább tudunk azon az úton haladni. Mondtam, hogy folytatom. Jó. Tehát reálisnak tartom, és én javaslom, kérem a képviselőtársaimat is, hogy fogadják el az üzleti tervet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot megadom a szót Bódi Juditnak. Én tulajdonképpen ugyanezért nem kérdeztem, mert ugye a felügyelőbizottsági ülésen nekem volt lehetőségem kérdezni, ezért az észrevételeimnél azokra pontokra térnék vissza, amit tulajdonképpen vezérigazgató úr is már említett. Tehát ha jól értem, a következő beszámolónál, vagy gondolom majd a mérleg beszámolónál, akkor a fürdő fejlesztési koncepció dolgaira visszatérünk, hogy akkor az, mert ugye volt egy beszámoló, amit itt hallottunk a testületülésen, de ugye annak a konkrét tényeiről, vagy hogy mi lett a további sorsa, nem tudunk, de akkor erre most ígéretet kaptunk, hogy ez folytatódik. Azt szeretném kérni, hogy amikor a beszámoló jön elénk, mert ugye ez most egy üzleti tervről beszélünk, tehát azt gondolom, hogy a tényszerű 2018 évi lezárás azért az többet fog nekünk majd mutatni, és előre szeretném kérni, hogy ott is lássuk ezeket az évekre lévő tényadatokat, ott már akkor fogunk tudni tényadatokat, hogy összehasonlítható legyen, és lehessen ezeket a számokat, amiről itt most egy kicsit vitatkozunk, hogy ennyi volt, vagy annyi volt, konkrétan látni. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, amiről szintén beszéltünk felügyelőbizottság ülésen, de itt nem hangzott el, hogy ugye lesz egy nagy feladat a Hépszóknak a fürdőbe a árusító pavilonok tulajdonosaival, vagyis hát bocsánat, a szolgáltatókkal ott az új szerződésnek a megkötése. Azt most ilyen nagyon virágnyelven fogalmazva nagyon szeretném, hogyha nem kerülne a testület elé, és ez nagyon mindenki megelégedésére keresztül lehetne vinni, hisz azért szerintem senkinek nem volt igazán kellemes, amikor a üdülő tulajdonosokkal való egyeztetés az ide a testület ülésig jutott el. Egyébként én felügyelőbizottság ülésen megszavaztam, most is meg fogom szavazni, tehát mint üzleti terv rendben van, én azt gondolom, hogy majd amikor a tényadatok jönnek, akkor tudom még konkrét kérdésekről beszélni. Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? Megadom a szót dr. Éles Andrásnak másodjára. Én azt gondolom, hogy néha már rossz is az, ha az ember nagyon sokat emlékszik vissza. De sokáig gondolkodtam azon, hogy vajon megkérdezem, hogy tényleg ennyire leterheltek a hépszolgigazgatók? A korábbi hépszolgigazgatónak még ezen kívül, ami most van feladata, azon kívül volt egy víz és szennyvíz kezeléssel kapcsolatos feladata, volt lakások kezelésével kapcsolatos feladat, és volt egy építőipari részleg, amelyeket el kellett tartani. Munkával is meg kellett bízni, és el is kellett tartani. Ami pedig az egészet nem lehet ennyi idő alatt kibontani. De az a borzasztó, hogy elfeledkezünk arról, és majd a legközelebbi testületi ülésen, amikor az önkormányzat költségvetését tárgyaljuk, nyilván szóba kerülhetett volna, de most az előzetesben nem került szóba, hogy majdnem megkapta a holding egyik tagvállalata az állattenyésztést és a mezőgazdasági termelést a közfoglalkoztatásból. Azóta kiderült, hogy ez egy szeptemberi rendkívüli testületi ülés kellett ahhoz, hogy ebbe az ügybe beleálljon a képviselőtestület, és most csendbe, halkan elfeledkezünk róla, hogy ebből reálisan számolva éppen semmi nem lesz. Ha az egyik oldalt mondom, akkor az a fájdalmam, hogy az emberek nem kereshetnek többet. Mert ott már
a piaci viszonyok szerint kellene megfizetni őket. Tessenek belegondolni, hogy a mostani állam által, nagy részben állam által finanszírozott bérekhez képest mennyivel kellene ennek a cégnek többet fizetnie, mennyi lenne a bér, és vajon mennyi lenne az eredmény. Ami pedig úgy az egészet illeti, bennem az munkál állandóan, hogy miért mondunk, miért iszunk bort, és miért prédikálunk, vagy bort iszik és vizet prédikál. Ha megkérdeztem volna, hogy hogy van a temető ügye, akkor azt válaszolta volna a vezérigazgató úr, hogy szimbiózisba kell lenni az önkormányzatnak és a holding tagvállalatainak. Egyetértünk. Csak szíveskedjenek ezt mindig, de mindig érvényesíteni ezt a szimbiózist, nem pedig úgy, hogy az önkormányzat fele mindig, az önkormányzat mindig sokkal többet ad, mint amit önöktől kap. És ez a legnagyobb probléma, hogy nem mondanak mindig, nem egyformán beszélnek. Mikor mi az érdek? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van a további hozzászólási szándék. Nincs ilyen, akkor én magam részéről összefoglalnám a vitában elhangzottakat. Nyilvánvalóan van egyik oldalról a hibákat próbálták sorba venni, és hogy milyen negatív folyamatok vannak a cégcsoporton belül. Elhangzott egy köszönetnyilvánítás, és én magam ehhez csatlakoznék, én is köszönöm szépen, hiszen a közétkeztetéstől, a temetkezésen keresztül, a kulturális szolgáltatáson keresztül, azban van egy sor olyan szolgáltatás, amiért a cég felel. Azt tudjuk, hogy főleg ebben a felgyorsult és internettel átszőtt világban mindenkinek megvan a saját véleménye. Nem könnyű közszolgáltatónak lenni egyébként, mert mindenki azt gondolja, hogy egy kétperces olvasás után pontosan tudja, hogy hogy kell egy fürdőt üzemeltetni, hogy kéne egy temetőt üzemeltetni, vagy hogy kellene összeállítani a menzának a receptúráját ahhoz, hogy a gyerekek még jobb és még olcsóbban működjenek, vagy hogyan kell egy kulturális rendezvényt megszervezni. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy akkor, amikor vendégeket fogadunk, vagy hozzánk érkeznek emberek, akkor mindig megállapítják, hogy azok a szolgáltatások, ami a városban elérhetőek, azok megállják a helyüket, és én azt gondolom, hogy többnyire nánás emberektől is ezt érzékelem. Természetesen hibák és problémák vannak, szerintem arra kell törekedni, hogy ez minél átláthatóbban, minél gyorsabban javításra kerüljön. Én azt gondolom, hogy egy vezetőnek ez folyamatos felelőssége, az ellenőrzés az része kell, hogy legyen egy vezetői attitűdnek. Én arra kérem a vezérigazgatórat, vezetői társaival, tegyenek meg mindent azért, hogy azok a jogos lakossági panaszok, amelyek a közszolgáltatáshoz kötődnek, azok mérséklődjenek, vagy megszűnjenek. Másrészt meg természetesen mindegyik cégnek kell egy jövőkép. Ez a jövőkép legalább középtávú kell, hogy legyen, és azokat a fejlesztéseket pedig tervezetten és fokozatosan kell, hogy egyrészt megismerjük, másrészt pedig erre kell, hogy intézkedési tervek is szülessenek. Itt egy jó példa a távhő, ami gyakorlatilag mutatja azt, hogy hogyan működött a korábbi üzemeltetés. Volt egy beruházás, ezt lelaktuk, leéltük, és gyakorlatilag szinte felújítás nélkül eljutottunk odáig, hogy most a működés képesség határai mozog ez a szolgáltatás. Nyilvánvalóan ez nem normális dolog, így nem működhet egy cég. Ezért kell mindig hosszú távon gondolkodni, vagy még egyszer legalább középtávon fejlesztésekbe is, meg kell tervezni, meg kell hozzá forrásokat, és én is szeretném megerősíteni, szó sincs arról, hogy itt bárki a fürdőbe el akarná adni, mert konkrétan erre utalta a kérdés szerintem. Én azt gondolom, hogy a fürdőt fejleszteni kell ahhoz, hogy a regionális versenyképességét megőrizze. Az én meglátásom szerint nagyjából egy 2-5 milliárd forintos fejlesztésre van szükség a fürdőben. Ehhez kell megteremtenünk azt a pénzügyi feltételrendszert, azt a pályázati részt be kell hozzá húzni, ami egyébként ezt a fejlesztési igényt ki tudja elégíteni. Azt gondolom, ebben az évben a fürdőről többször kell még, hogy tárgyaljunk, mert hogy folyamatosan, fokozatosan, pontosan úgy, mint ahogy a távfűtő rendszernél volt egy problémaföltárás, volt egy terv, hogy ez hogyan lehetne a mai kor színvonalában
rehabilitálni, és sikerült hozzá megtalálni a pályázati forrást, és most tulajdonképpen a kivitelezés időszakát fogjuk élni, legalábbis remélem, hogy a 2019-es évben ez már megtörténik. Még egyszer szeretném megköszönni azt a munkát, amit elvégeztek, és arra biztatom a vezérigazgatórat és a tagvállalat vezetőjét és minden munkatársat, hogy napról napra dolgozunk azért, hogy ezek a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon történhessenek meg. Köszönöm szépen. Szavazásban vagyunk, aki el tudja fogadni a egy szavazás. Az igen gombak nyomásával. Egy nem, dr. Éles András nem szavazatával, és egy tartózkodással, Papp Gáborné tartózkodásával, 9 igennel ez elfogadásra került. Köszönöm szépen. 4-es napi rendi pont tárgyalása következik, az meghívóban 14-es napi rendi pont volt, meg is érkezett igazgatóasszony. Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium kérelméhez szóló előterjesztés, pénzügyi és egészségügyi bizottság tárgyalata és elfogadásra javasolja. Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium kérelme arra irányul, hogy a gondnoki lakásként használt ingatlan a jövőben iskolatörténeti gyűjteménynek adjon helyet, mely méltó módon mutatja be a 362 éves intézmény tárgyi szellemörökségét. Javaslom, hogy a 42 négyzetméteres helyiség ingyenes használatba adását a Hajnási Református Egyházközség részére. Kérdezem igazgatóasszonyt, hogy van-e hozzászólási szándéka? Nincs, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés a képviselőtestület tagjai részéről. Megadom a szót dr. Éles András képviselő úrnak. Minden lakás más célú használata mindig kérdéseket vet fel. A bizottsági ülésen is megkérdeztem, de hát nyilvánvaló, hogy igazgatónő arra nem tud válaszolni, hogy mi lesz a önkormányzatnak a reakciója akkor, amikor legközelebb az gimnázium vagy a református egyház azzal a kéréssel jön, hogy adjunk szolgálati lakást. Mert most felszámolunk egyet annak a cél érdekébe, ott elhangzottak, még azt is mondom, hogy reálisnak tűnő válaszok arra vonatkozóan, hogy miért szükséges ez a kiállító helyiség. Szóba került az is, hogy nem lenne jobb, ha közvetlenebbül lehetne, hogy elsősorban az ott odajáró diákoknak megmutatni ezt a értékes, ezt az értéket, azonban nekem mindig fáj a szívem, amikor egy lakást áldozunk fel ilyen célra. Tehát mi lesz a válasza az önkormányzatnak, ha a legközelebb szolgálati lakással igényeljön a gimnázium? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e? Bódi Juditnak megadom a kérdezés lehetőséget. Mi ezt nem tárgyaltuk bizottsági ülésre, de nekem az a kérdésem, hogy mi történt azzal, aki benne lakott. Tehát most van-e szükség arra, hogy tehát a mostani gondnoknak, hogy legyen lakása? Köszönöm, van egy valami kérdés. Köszönöm szépen. Igazgató asszony. Az előző tanévnek a végén, augusztusban a bent lakó gondnok nő bejelentette, hogy család alapítás céljából Nyíregyházára költözik, és ebből az okból, illetve amiatt, hogy most már meg tudjuk oldani azt a feladatot, hogy reggeltől este 7 óráig biztosítjuk, hogy az épületbe bárki be tudjon jönni. Így úgy gondoltuk, hogy nincs szükség továbbiakban erre a szolgálati lakásra, bár zárójelbe jegyzem meg, hogy nem vertük szét a szolgálati lakást, tehát a konyha és a fürdőszoba része is, vagy a kis helyisége az megmaradt. A két szobáját kívánjuk iskola történeti kiállítássá, vagy kiállító helyé alakítani, mert azért az az elmúlt több mint 360 év, ami az intézmény mögött van, úgy gondolom, hogy sokkal méltóbb helyen lesz egy helyen, mert most jelenleg az egyik fele a gazdasági iroda belső szobájában található, ami megközelíthetetlen gyakorlatilag sem a gyerekek, sem a látogatók számára nem elérhető. Egy
része a könyvtár belső helyiségének a még belsőbb helyiségében van, de egyébként a folyosókon, ami tárlók most fönt vannak, az már tovább katasztrófa védelmi szempontból nem bővíthető. És akkor lenne egy olyan hely, ami nyitva van, nem csak a diákok, hanem az ide látogatók, a helyiek számára is. Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék, akinek van. Uczko József képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, kedves igazgatóasszony. Én az elhangzott gondolatokat és magát a szándékot is nagyra tartom, és ebből következőleg üdvözlöm is, sőt szavazatommal támogatni is fogom. És a következő indokot hozom hozzá. Egy intézmény szellemiségétől egyáltalán nem áll távol az, hogyha úgymond helyi múzeumban gondolkodik. Elegendő, ha indoklásként azt hozom fel, hogy 1938-ban az önök tudós tanár elődei egy olyan nagyszerű gyűjteményt hoztak létre, ami szellemiségével, de egyébként tárgyi mennyiségével is túlnőtt az intézmény falain, és ennek akkor Hajdú Múzeum elnevezést adták. Az már nem az intézmény hibája, hogy egy másik társadalmi rendszerben ezt onnan kiebrudalták. A dolognak csak az a lényege, hogy az intézmény szellemiségében mindig is ott van, mindig is ott volt, egyébként 150 esztendőre visszamenőleg, az ilyen jellegű múltról való gondolkodás. Tehát ha az intézmény a maga több száz esztendős történetét szellemi és tárgyi vonatkozásban egy külön elmintett részen szeretné létrehozni, ráadásul sokkal nagyobb felületen, mint bármikor az elődök ebben az épületben vagy a korábbiakban, ez csak támogatható, és remélhetőleg a diákság szellemi világában ez azért komoly súllyal meg is jelenik majd. Köszönöm. Köszönöm, dr. Jászen Dalpog, elvesszenek adom meg a szó. Bár a bizottság ülésen már részben volt róla szó, de szeretném, hogyha igazgatóasszony tájékoztatna bennünket arról, hogy ez a helytörténeti vagy iskolatörténeti kiállítás várhatóan mikor nyílik meg, illetve milyen módon biztosítják a látogathatóságát, különös tekintettel a nyári turista szezonra is. Köszönöm szépen. Volt még egy kérdés, ami arra irányult, hogy ha majd a református egyház szolgálati lakáskérelemben fog érni, akkor mit fogunk tenni? Nem tudok választani. Nyilvánvalóan mélegelni kell, hogy van a kellő súly annak a kérelemnek, de én azt gondolom, hogy a fővetés az arra irányul, hogy szabad-e átadni egy lakást arra a célra, hogy mondjuk egy helytörténeti gyűjtemény legyen benne. Azt gondolom, ez a kérdés realisztikusabb lenne, hogyha ez nem a gimnáziumban lenne. Ez elválaszthatatlan része ez a épületnek, és én azt gondolom, hogy mondjuk a képviselőtestület mondjuk azt dönti, hogy ez ne így legyen, és oda mondjuk berakunk egy szociálisan hátrányos helyzetű családot, nem hiszem, hogy ez racionális elképzelés. Éppen ezért azt gondolom, hogy a felvetés ebben a tekintetben nem állja meg a helyét. Én magam részéről egyetértek azzal, hogy valóban megmutatta igazgatóasszony azt a szerintem tarthatatlan állapotot, ami ott van, és én biztos vagyok abban, hogy ennek az iskolának a múltja van olyan terjedelme és van olyan fontosság, hogy ezt egy normális keretek között be tudja mutatni. Egy olyan helyiségben kívánja ezt megtenni, ami az épületnek szerves részét képezi. Nem hiszem, hogy mi egyébként ezt bármilyen más célra használhatnánk, hiszen magában az iskolában van bent, semmilyen formában másra nem használható. Én respektálom igazgatóasszonynak a kérelmét, és azt kérem a képviselőtestületet is, hogy támogassuk ezt a kérelmet. Megadom a szót dr. Éles Andrásnak. Van annak valami diszkrét bája, amikor még polgármester úrral kell egyetértenem, de a diszkrét bájt azt Juhász alpolgármester úr produkálta, amikor azt mondta, hogy hát bizottsági ülésen már egyértelművé vált, hogy az igazgatónőtől azt szeretném megkérdezni, hogy és mikor nyílik meg ez a kiállítás? Tehát akkor ezek szerint már eldőlt, hogy megnyílik a kiállítás. Azért mondom, hogy mindig vannak diszkrét bájok egy-egy hozzászólásban. Megdőlt a medence kettétörése,
másikszor nem dőlt meg a medence, vagy nem tört ketté a medence. Most polgármester úr egy nagyon korrekt választ adott, a polgármester úr meg már tudni véli, hogy kiállítás meg is fog nyílni. Tehát ez hangzott el. Én nagyon figyelek, higgyék el. Köszönöm szépen. Én éppen ezért, amit polgármester úr mondott, azért meg fogom szavazni, de azért a szociális, vagy a szolgálati lakás igényekkel egy kicsit vegyenek vissza majd. Köszönöm szépen. Bódi Jöttnek adom meg a szót. Nekem abszolút nem volt a szándékom, hogy mondjuk ezt szociális lakásként használnánk, pusztán a gondnoki tevékenységre irányult a kérdésem, de ha jól értettem, akkor talán már nincs is nagyon szükség gondnokra, vagy másképp oldják meg ezt a feladatot, tehát én azt gondolom, hogy maga a szándék az teljesen rendben van, az abszolút nincs megkérdőjelezve, és annak egyébként én külön örülök, hogyha egy lakásnak pont azon részei, ami a legnehezebben alakítható később, ha ez meg, még ráadásul meg is maradt, akkor szerintem olyan nagy kérdés nincs, úgyhogy természetesen fogjuk támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buczko képviselők, köszönöm. Még egyszer visszakapom a szót. Elhangzottak gondolatok a szolgálati lakás témáját illetően is. Csak emlékeztető szeretném elmondani, hogy ugye ez a pillanatnyilag szóban forgó helyiség vagy helyiségek együttese, ez ugye a kezdetektől mindig egyfajta ilyen cél szolgált, általában az igazgató, később pedig a gondok lakott benne. Csak hogy ezen túlmenően is voltak ilyen jellegű gondjai a gimnáziumnak, illetve úgy tetszik akkor a református egyháznak, és ha maga vagy a várossal együtt közösen nem tudták megoldani, akkor jöttek az úgynevezett jótevők, az alapítványtevők, mint például a Sós Sára féle hagyaték, és csak emlékezetbe kívánom idézni, hogy jelenleg is ott áll az épület, a város jelentős összegeket költött rá, azzal a céllal hagyta egyébként a református egyházra, illetve a gimnáziumra, hogy ezt mindig szolgálatlakásként működjön. Na most ezt sem tudta mindig kielégíteni az igényeket, mert például a jelenlegi múzeum épülete a két háború közötti időben fele részben legalábbis szintén szolgálati lakás volt, tehát például a Molnár József híres tudós tanárunk itt lakott. Tehát magyarul számos megoldás létezik, pillanatnyilag az iskola épületén kívül is van tapintható lehetőség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazgató szeretne hozzászólni? Köszönöm a támogatást. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem kaptam információt arról, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, tehát akkor feltételes módban fogalmazom meg. Amennyiben a képviselőtestület támogatja az ön kérését, akkor mikor kívánja az intézmény megnyitni ezt a kiállítást, illetve hogyan biztosítja ennek a látogathatóságát a nyári időszakban. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy esetleg úgy tűnt, hogy a képviselőtestülettől elkívánom vonni a döntésnek a kompetenciáját. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban üres a két helyiségünk, tehát arra várunk, hogy valóban föl lehessen készülni arra, hogy körülbelül két hónap alatt talán, március 14-én 8 osztályos területi verseny lesz, ahol 7 másik városból érkeznek gyerekek és pedagógusok. Arra remélhetőleg elkészülünk, de nem biztos, de a tavasz végével szeretnénk ezt a kiállítást berendezni, és majd annak egy hivatalos megnyitóját megtenni. Nem tudok biztos időpontot mondani, hiszen elég bizonytalan volt még a helyzet, de a nyári időszakra is ugyanaz vonatkozik, ami a szorgalmi időszakra, hogy az épület nyitva van, láthatóság, vagy látogathatóság szempontjából ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm, szavazásban vagyunk, aki el tudja fogadni a kérelmet, az igény megnyomásával szavazzon. Tizenegy igennel az elfogadásra került. Köszönöm szépen. További szép napot, áldás békesség. Ötös napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóval 15-ös napirend volt, előterjesztés a hajlási óvoda egyes csoportjának létszám bővítéséről szóló előterjesztés, pénzügyi és művelési bizottság tárgyalata és elfogadásra javasolja. Az intézmény vezetője Gyűre Anikó 4 óvodai csoportot létszám túllépésének engedélyezés iránt fordult a testülethez. A kérelm örömteli, hiszen a gyermekek létszám növekedése a bölcsődőből való évközbeni beiratásoknak köszönhetően. Kérdezem, intézményvezető azt mondja, hogy szeretne hozzászólni? Nem, köszönöm szépen.
Ügyrendi javaslata van dr. Éles Andrásnak. Bocsánatot, de higgye el, hogy nem lehet érteni, amit próbálja ki, ne én helyemre üljön, próbálja ki olyan hangerővel, ahogy maga beszél, a bármelyik széken itt a vége fele már nem lehet hallani. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy már volt erre kísérlet, hogy hangosítsuk be a termet, vagy én nem hiszem, hogy ez egy olyan megoldhatatlan probléma, de esküszöm, itt kérdeztük egymástól, hogy na most akkor melyik napirendnél tartunk, vagy mit köszönöm. Fogunk tárgyalni? Köszönöm szépen, még egyszer akkor olvasom, 5-ös napirendi pontot fogjuk tárgyalni, ez a meghívóban a 15-ös napirendi pont volt. A hagyományási óvoda Magyar utca 104 szám alatt egyes csoportjának létszám bővítéséről szóló előterjesztés. Mind a két bizottság tárgyalta, intézményvezető azt, hogy nem akar hozzászólni. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan. Kérdésre nem látok jelentkezőt, a kérdést lezárom. Hozzászólás észrevételi szándék van-e? Nem látok erre jelentkezést. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az igen gomb megnyomásával szavazzon. Megállapítom, hogy 11 igen egyöntetű döntést hoztunk. 6-os napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban 3-as napirendi pont. Tájékoztató a hagyományos város teljes közigazgatási területére készülő új településfejlesztési koncepció fejlesztési irányai célrendszerei tárgyában. Bizottságok megtárgyalták és minden bizottság elfogadásra javasolja. A testület 2017 évben döntött arról, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a város teljes közigazgatási területére új településfejlesztési koncepciót, település szerkezeti tervet, valamint helyi építési szabályzatot készített. Ennek első szakasza a településfejlesztési koncepció készítése jelenleg folyamatban van. A határozati javaslat pedig úgy szól, hogy a testület megismerte és elfogadja a hagyományosváros teljes közigazgatási területére készülő új településfejlesztési koncepció fejlesztési irányait és célrendszereit. Kérdezem, hogy ez az előterjesztéshez van-e kérdés? Kérdést nem látok. Hozzászólás észrevétel. Megadom a szót dr. Éles Andrásnak. Polgármester úr, az anyag 50. oldalán és a 18. oldalon megfogalmazottakkal van bajom. A többivel is lehetne, de ez a kettő, ez kiemelten izgalmas számomra. A 18. oldalon a Bocskai koronáról dicsimnusz zengünk és 130 elfogadó hely kedvezményéről. Én egyrészt fenntartásokkal fogadom a 130 elfogadó helyet. Kíváncsi lennék, hogyha lenne egy valós kép, ami abból áll, mondjuk, hogy kivált be Bocskai koronát azért, mert ő értékesített valamit, és a Bocskai koronát beváltja. Hányan lennének ebből a 130-ból, mert mondva csinált Bocskai korona elfogadókat lehet, de akik lehet kreálni, de akik nánáson élnek, azok tudják, hogy a Bocskai koronát van, ahol el se fogadják, van, ahol elfogadják, de kedvezményt nem adnak hozzá, tehát nem kell ezt, még egyszer mondom, én elfogadom a marketing eszköz jellegét, de a mögötte lévő igaztalan állításokat, azokat nem tudom elfogadni. És akkor az 50. oldal az a bájos. Mit gondolnak, mikor írta Hajdunánáson le valaki, hogy a terv része a villamos sineket beviszik a településekre, így néhány éven belül Hajdunánás központjába felszállhatunk a villamosra, amely átszállás nélkül elvisz bennünket a debreceni repülőtérig, de természetesen Loki meccsekre, vagy a Kölcsei központba is eljuthatunk így. 2006-ban írták, most 2019 van, és mit írtak még, mert ez a báj? Mivel az unió vezető ereje az Európai Néppárt, amelynek Orbán Viktor az alelnöke, így a program attól függetlenül, hogy milyen kormánya lesz hazánknak, 2010-re megvalósítható. Pont. Tessék mondani, ki volt közülünk, aki a Loki meccsen villamossal ment? Meccsre villamossal ment. Én mentem már. Villamosra innen Nánásról. Mert hogy ezt a polgári kör által kiadott, tehát gyakorlatilag a polgári összefogás előtt, vagy elődje,
újságjába tették közzé 2006-ban. Igaz, hogy választási ígéret volt, de tessenek szembenézni vele, most körülbelül ugyanezt tetszenek mondani a városfejlesztési tervben. A kolléganőnek elmondtam, hogy ő még akkor csak óvodás lehetett, amikor már ezt a programot meghirdették. Köszönöm szépen. Buczko József. Köszönöm a szót, polgármester úr. Engedje meg a képviselőtestület, hogy előbb felolvasok néhány sort ennek a tájékoztatónak a bevezető részéből, ami arra fog rávilágítani, hogy milyen szerteágazó és mennyire komplex, mennyire összetett területnek a tárgyalását végzi a testület, és amelyet el kellett végezni előkészítő munkában az irodának. A város teljes közigazgatási területére új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése. Hát ennyiből is látszik, hogy annyira fajsős témák egymás mellett, hogy mindegyiket külön-külön is tárgyalhatnánk. A rendeletünk értelmében azonban ezek együtt jelennek meg tekintettel arra, hogy egyik a másikból, vagy egyik a másikra épül föl. Amire a figyelmet szeretném fölhívni, hogy hihetetlenül nem csak komplex és nem csak összetett területről van szó, hanem rendkívül bonyolultról is abban a tekintetben, hogy a jogszabályi hátterek vagy a háttér igen gyakran változik. Ha visszagondolunk itt az elmúlt esztendőkre, milyen gyakran tárgyaltuk ezt a témát. Mert ilyen-olyan módosulások következtében mindig hozzá kellett nyúlni, ebből következőleg az egészet szinte újra kellett gondolni. Most is ez zajlik. Arról nem is beszélve, hogy szinte egyik napról a másikra olyan módosulások keletkeznek, amelyek váratlanul érintik adott esetben a szakembereket is, őket különösképpen, vagy a város főépítészét is, hiszen olyan jogosítványok esnek ki a kezükből, amelyeket pedig egyébként joggal kellene megtartaniuk, hiszen egyben gondolni egy várost, egybe tartani egy várost építészetileg, karakteret tekintetében úgy, hogy az a szerves építészet, tehát a folytonosság vonatkozásában is helytálló maradjon, hát bizony így nem olyan könnyű helytállni. De én azt gondolom, hogy ez az anyag, amelyik megint nagyon nagy lélegzetű és egymásból kinövő, ez szépen tudja ezt kezelni. Abban reménykedhetünk, hogy hosszabb időre ez így marad, és ennek megfelelően lehet a városépítészet, többek között építészeti kultúráját is tervezni. Köszönöm, tisztelt polgármester úr! Igen, ez elhangzott a bizottsági ülésünkön is, ez amit képviselő, dr. Édes András képviselőtársam elmondott, de az iroda képviseletében ott elmondta, hogy ez egy magasabb terv alapján készült, nem is tudom, azt hiszem, hogy valami Hajdú-Bihar megyei területrendezési terv, vagy mi alapján kellett ezt beépíteni, és az a megjegyzés tehát, hogy ott feltételes módba fejezte be a mondatot az újságcikk idézése egyébként. Nem, az, nem kijelentőben, hanem feltételes módban van. Köszönöm szépen. Én azt kértem a képviselőtársamért, legfőképpen magamat, hogy bizonyos szint fölött bizonyos szint alá ne menjünk. A képviselőtestület ülés nyilván nem erről szól. Hozzá kell tennem, hogy egyébként fogunk még csodákat látni. Debrecen igen nagy ritmusban fejlődik, olyan fejlesztések valósulnak meg, amit szerintem debreceniek sem hittek volna 5 évvel ezelőtt. Nehogy bajba keveredjünk, egyébként van egy jó hírem, mert már ingyen utazhatna ezen a villamoson, meg nyugdíjas, szerintem. Ez egy jó hír, még az is lehet, hogy be fog következni. Hozzá kell tennem, hogy ez a kényelmi szempontok mellett az én logikámmal nem biztos, hogy csak jót hozna, hiszen maga ez a koncepció arról szól, hogy hogyan lehet becsatornázni a munkaerőt Debrecen irányába. Azért gondoljuk végig, és ha ez igaz, akkor szerintem ez a beruházás az el fog indulni, és meg is fog valósulni. Az a kérdés, inkább az a kérdés, hogy melyik településig fog ez a szolgáltatás eljönni, hogy Nánást fogja érinteni, vagy csak Böszörményig fog eljönni. Hogy ez a koncepció ez létezik, és biztos, hogy meg is fog valósulni, abban én magam részéről biztos vagyok. Az a kérdés, hogy ez Nánást el fogja érni. De szerintem erre nem kellene több időt pocsékolni, a megyei koncepcióban egyébként most is benne van. Én magam részéről nem hiszem, hogy ez a legfontosabb dolgunk, és nem ez a legfontosabb fejlesztésünk. Ha meg fog valósulni, nekünk ehhez sokat hozzátenni nem. Hiszem, hogy kell, ha meg nem valósul meg nekem, akkor nincs akkor a szívfájdalom, csak ezt szerettem volna jelezni. Én azt gondolom, hogy van egy sor olyan fejlesztés, amit sokkal fontosabbnak tartok, és sokkal fontosabb a város lakossága, a város jövője szempontjából.
Nyilván ez egy keret, amit most itt előttünk van, arra kell igent vagy nemet mondanunk, hogy ezt a keretet elfogadjuk-e, adunk-e zöld utat annak, hogy a kollégáink tovább dolgozzanak ezen az anyagon, amit vissza tudnak majd hozni a képviselőtestület elé, és tudjuk abszolválni azt a feladatot, ami egyébként előttünk áll. Tóth Imre képviselőt akarom mondani. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én úgy gondolom, hogy a tervezés, ez egy nagyon fontos folyamata az életnek, hiszen a gondolkodásunk irányát egy bizonyos keretek között tartja, és igaz ez még akkor is, ha néhány terv mondjuk az álom szintjén marad. Én is olvasok egy idézetet. A megyei területfejlesztési terv alapján Debrecen hagyományos értelembe vett elővárosi közlekedése Hajdúböszörményig tartana egy kicsit lejjebb. Nagysebességű vasútvonalat lehet létrehozni, mely Mezőcsát-Hajdúnánás Nyíregyháza szakasz tekintetében jelent új, rövidebb nyomvonalat. Megvalósulás esetén Hajdúnánás vasúti elérhetősége hosszú távon biztosított lenne. Ez a tervezet 2000-ben készült, ezt Éles András úr is ismeri. Hát a Mezőcsát-Hajdúnánás Nyíregyháza vasútvonal se épült el, de úgy gondolom, hogy tervnek, elképzelésnek jó volt, a lehetőségek időközben változtak, bízunk benne, hogy a jelenlegi megyei területfejlesztési tervben nem változnak a körülmények. Ha igen, akkor az is egy szép álom volt, ami megvalósítás esetén lehetővé tenni, hogy villamosan menjünk a Loki meccsre, ha még akkor lesz Loki, amikor ez elkészül. Az biztos lesz. Loki az örök. Van-e hozzászólási szándék? Dr. Éles Andrásnak adom meg a szót. Polgármester úr, néha azért az ember kapkodja a fejét. Én nem cserélném fel a képviselőtestület döntésének helyszínét egy politikai kiadvánnyal. Azok a politikusok egy része, aki ezt készítette és hangsúlyozta, azok itt ülnek a teremben. A politikai felelősség az legalább olyan felelősség, mint a képviselői felelősség. Az egyiket a képviselőtestület hagyta jóvá, ezt pedig önök reklámcélra készítették, és hasbalkasztották Hajdúnánás lakosságát, hogy hú, megyünk a Loki meccsre, arra a Loki meccsre, amelyre 22 ezer stadionban 2200-an kíváncsiak. Térjünk a tárgyra. Nem volt stadion, de akkor 7000-en jártak a meccsre. Na akkor beszéljünk arról, hogy a Szabó János képviselőtársam által elmondottak, mennyire igazak. Szabó János. Minden tekintet. Hát van itt olyan, aki úgy szereti a Facebookon magát megjelölni. A becsatornázás Debrecen fele az egy egész érdekes dolog. Az egy nagyon érdekes dolog, mert ha ezért kellene ez az egész program, akkor Hajdúnánás pillanatnyilag alávalójának tekinti magát Debrecennek. És nagyon rossz az, ha az az elképzelésünk, hogy nem magunk akarjuk a foglalkoztatást megoldani, hanem a Debrecenben történő egyébként szerintem már nem is magyar, mondom szerintem már nem is magyar, hanem román és ukrán munkaerőre alapozott BMW gyár, vagy a időközben számomra ismeretlen nagyságrendű cégeknek a betelepülése történik Debrecenbe. Hát tessék már végig gondolni, hogy hol van Magyarországon annyi ember, amennyi ezekhez a beruházásokhoz szükséges. Akkor Nagyváradra is, meg Munkácsra is villamosvonalat fogunk építeni? Vagy lakásokat fogunk építeni, mint ahogy Dunaújvárosba ukránul beszélő munkásokat akarnak felvenni a Hankook gyárba. Ukránul beszélőket, mert többségében vannak az ukrán munkások, mint a magyarok. Tehát sajnos ezeket a realitásokat néha végig kellene, meg ezeket a kijelentéseket is végig kellene gondolni, mert aki ezeket a nagyban megjelenő realitásokat figyelmen kívül hagyja, a kicsiben való döntése becsapja. Egyébként el kell fogadni, mert egy jó gondolat, csak realitása nem sok van. Köszönöm szépen.
Kicsit elkalandoztunk, de én azt gondolom, hogy a város jövője szempontjában egy mondatot mindenképpen ér. Én azt gondolom, és ezért fogok mindent megtenni, hogy azok a beruházások, ami most a térségbe érkeznek, annak a nem a első vonala, de a második vonalában jövő beruházások azok hajdanállásra érkeztessenek. És én azt gondolom, mi erre készülünk föl, és azt szeretnénk, hogyha azok a beruházások, amelyek hajdanállásra érkeznek, azok kellő lehetőséget adnának a hajdanállás embereknek ahhoz, hogy ne kelljen elmenniük a városból dolgozni, a hajdanálláson találjanak munka lehetőséget, és én szerintem ez rendben van. De hogyha ha egy mondat erejéig ki lehet tekinteni, akkor szerintem egy fontos verseny eldőlni látszik. Ez a regionális versenyben Debrecen-Nagyvárad verseny, ez most Debrecen irányába hajlik, én ennek örülök. Örülök a Debrecen fejlesztésének, örülök azt, hogy a Ferihegy mellett a debreceni repülőtér egy nagyon komoly szerepet tölt most már be a térség életében, és az a gazdasági megerősödés előbb-utóbb számunkra is lehetőségeket nyit meg. Én nagyon örülök ezeknek a debreceni fejlesztéseknek, de szerintem nekünk ebből azt a következtetést kell levonni, hogy mindent el kell követnünk ahhoz, hogy ide is olyan fejlesztések érkezzenek, amely a nánási emberek számára pedig lehetőséget biztosítanak. Ebben egyébként ez benne van, azért hoztam szóba. Hiszen annak a ipari területnek a kialakítása részét képezi a fejlesztési elképzelésnek, amely a idei évben reményeink szerint közbeszerzési eljárással kiírásra kerül, és remélhetőleg a megvalósítása is elkezdődik. Nagyságrendileg egy 10 hektáros területről beszélünk. Azért hoztam szóba, mert ez nyilván része ennek az elképzelésnek. Na, további hozzászólási szándék. Kérdés az akkor, hogy zöld lámpát nyitunk-e ennek a programnak, aki most a jó, nem azok. Akkor igen, gomb megnyomásával szavazunk arról, hogy elfogadjuk ezeket az irányokat. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok hozzá. Hetes napi rendipont tárgyalása következik, ez előterjesztése hajnási közös önkormányzati hivatal alapítók iratának módosításáról szóló előterjesztés, bizottságok tárgyalták és bizottságok elfogadásra javasolják. A hivatal alapítók irata tartalmaz azokat a kormányzati funkció számokat, melyeket a működés során használunk. A helyiségek bérbeadása miatt új kormányzati funkció számok szükségesek a feladat költségvetésben történő rögzítése miatt. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólási szándék? Nem látok ilyet, a határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot az igen-gomb megnyomásával. Tizenegy igen, együttető döntés hoztuk. 8-as napi rendi pont tárgyalása következik. Ez a meghívóban 6-os napi rendi pont volt. Előterjesztés a Hajnásvárosi Önkormányzat és a Hajnási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. Bizottságok megtárgyaltak és elfogadásra javasolják, én magam is ezt teszem. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez, hozzászólási szándék? Ha nincs, akkor az igen gomb megnyomásával tudunk dönteni. A határozat elfogadása mellett. Köszönöm szépen, 11 igen, egyöntetű döntéssel ezt elfogadtuk. 9-es napi rendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban 7-es napi rendi pont. Tájékoztató a Hajnási Roma Nemzetiség Önkormányzat által 2014-18 évben végzett munkáról, bizottság megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Testület a 2019 évi munkatermének megfelelően a Hajnási Roma Nemzetiség Önkormányzatnak tájékoztatót kellett készíteni a 2014 és 18 évi munkájáról, melyeket Csíki Julianna elnök határidőre megküldött. Innen is szeretném megköszönni Csíki Juliannak a munkáját. Van-e kérdés az előterjesztés, az hozzászólási szándék? Megadom a szót Bódi Juditnak. Nem kérdésem van, csak hozzászólásom, vagyis hát véleményem, hogy igaz, mi nem tárgyaltuk bizottsági ülésen ezt, tehát én semmit nem tudtam meg arról, hogy egyébként mi a munkája, és nekem az a véleményem ebből az anyagból, hogy úgy, hogy hozzátéve, hogy tényleg nem ismerem a munkájukat, ebből számomra semmi nem derült ki. Tehát a következő ilyen beszámolóban, ha egy kicsit valami konkrétabb dolgokat föl tudna sorolni, azt megköszönném. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Aki el tudja fogadni a
Tájékoztatót kérem az igegon megnyomásával szavazni. Elfogadtuk. 10-es napi rendi pont tárgyalása következik, ez előterjesztés a Hajdú Bihar megyei kormányhivatal, Debreceni járási hivatal által kijelölt felvételi körzetek tervezetéről. Művelődés, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elfogadásra javasolja. Javaslom a testületnek, hogy a megküldött javaslattól eltérően továbbra is tartsa fenn azon véleményét, hogy a Bocska iskola felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen megállapítva, és egyes telepelyek ne legyenek nevesítve külön-külön hozzájuk rendelt utcajegyzékkel. Kérdezem, hogy ez van-e kérdés? Hozzászólási szándék. Kérdés? Tessék! Kötője a kérdés, mert tudom, hogy nem tudunk rá válaszolni, de őszintén szólva én nem nagyon értem, hogy mi ezt a küzdelmet miért kell, hogy minden évben megvívjuk. Tehát, hogy minden évben ide jön, minden évben visszaküldjük, hogy mi a véleményünk. Tehát én igazán az indokát nem értem, hogy miért mindig ez a javaslat a hivatalnak. Tudom, kötője a kérdés, úgyhogy ha nincs válasz, sem mond. Akkor hozzászólás. Nem tudom, tessék. Köszönöm az ott szokásról a bizottsági ülésen, és egyik bizottsági tagunk felvetette éppen Tóth Imre képviselőtársam, hogy változtassunk-e ezen a véleményünkön. Én azt gondolom, hogy itt véleménykülönbségről van szó, ami fennáll. Ennyi történik, és ezt mondjuk én, nekem például a véleményem továbbra is az, ami az előterjesztés. Tehát én a bizottsági ülésen sem támogattam, ahogy ezen változtassunk. Ha ez a vélemény megfogalmazódott, én ebben a dologban nem változtam, nem látom másként, nem akarok másként szavazni. Ez csak erről szól. Ott viszont így látják, az is egy vélemény, ahogy az előterjesztésben olvashatjuk, hogy a tankerületnek meg van ebben szintén egy álláspontja. Én azt gondolom, véleménykülönbség van közöttünk. Akinek ebben változott a véleménye, szavazhat másként természetesen. Tóth Imre képviselőnek adom meg a szó. Ezelőtt 8 évvel létrehoztunk egy városi önkormányzati intézményt. Többek között azzal a céllal, hogy az addigi különálló intézmények között a harca gyerekek beiskolázásáért az megszűnjön. Emellett létrejön egy szakmai együttműködés, mert az sem volt az intézmények között városi szinten. Részben ennek a gyerekekért folyó harcnak köszönhetően. Ez a mi városi álláspontunk, ezt máshol nehezen fogadják el, ahol egy-egy nagyobb településen több iskola van, ez a csatározás tovább zajlik, és ott a cél az, hogy kedvezőbb színbe feltüntetve egy-egy intézményt hozzájuk több gyerek érkezzen. Igazából lényeges különbség nincs, ha van beiskolázási körzet hivatalosan, ha nincs. A beiskolázások során a szülők választanak, ezeket a választásokat mi mindig igyekszünk figyelembe venni, és az esetek túlnyomó többségében mindig sikerül is, függetlenül attól, hogy van beiskolázási körzet, vagy nincs olyan intézményegységbe fölvenni a gyerekeket, ahová a szülők ezt kérik. Tehát mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Köszönöm szépen, Bóri Judit. Biztos, hogy valamit rosszul fogalmaztam, és elnézést, mert nem az én véleményem változott meg, hanem én azt nem értem, hogy a hivatal miért nem tudja elfogadni a mi véleményünket, és miért küzdünk minden évben ezzel ő ide küldi, mi visszaküldjük. Tehát én félreértésnálség, nem az én véleményem, bár az én véleményem is megváltozott, mert ha én jól emlékszem, akkor, mikor ezt a döntést meghoztuk, akkor én nem igazán értettem ezzel egyet, de azóta eltelt tapasztalatok alapján azt mondom, hogy én is ezt tudom képviselni, sőt, elég frissen hallottam most ugye a tagintézményeknek a úgymond felhívó bemutatkozását, tehát attól függetlenül, hogy egy intézmény, attól függetlenül a szülő dönthet azt szerint, hogy egyébként milyen
orientáltságú intézmény felé kívánja a gyerekét terelgetni. Tehát én nem azt kifogásoltam, hogy az én véleményem változott meg, hanem azt nem értem, hogy miért kell ezzel folyamatosan a hivatallal küzdenünk, mert szerintem ebben elég egységes a mi véleményünk, hogy ez így van jól, és így is kívánjuk folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Újra Tóth Imre igazgató. Igen, csak röviden. Azt mondja a hivatal, ahol több intézmény van egy városban, ott legyen beiskolázási körzet. Mi meg nem szeretnénk beiskolázási körzetet. Köszönöm. Dr. Éles Andrásnak adom meg a szót. Én fontolgattam ebbe az ügybe, amiben én igazán úgy érzem, hogy mi úgy vagyunk, mint harangba az ütő. Nem nagyon akartam megszólalni, de a testületi ülés elején elhangzott észrevétel és az azt kiváltó reakció ügyében tulajdonképpen majdnem ugyanez volt az ok. Mi a frászér kell a képviselő testületnek olyan kérdésbe állást foglalni, amelyikben a jogszabály azt mondják, hogy egyértelmű, valakire még ráruháznak egy ilyen köztes szerepet, az is mond valamit, és végül a képviselőtestület mondjon ki valamit. Nem akarom a képviselőtestületet untatni, de a szakvizsgámon olyan kérdést tettek fel, amikor nem tudtam válaszolni, és azt mondták, hogy ne gondoljak nagy dologra, és kiderült, hogy az volt a helyes válasz, hogy mert a jogalkotó így rendelkezett. Tehát most azért vagyunk, vagy azért kell ezzel foglalkoznunk, mert rákényszerítenek bennünket. Köszönöm szépen. Határozott javaslatot meg fel, az igen gomb megnyomásával tudunk szavazni. Nem vagyok az ellenébe szavazom. Megállapítom, hogy 10 igen Juhász Endre nem szavazatával ez elfogadásra került. 14-es napirendi pont tárgyalása következik. Meghívóban 9-es napirendi pont volt előterjesztés a Berettyőújfalu Szakkérdési Centrummal, Berettyőújfalu megkötött vagyonkezelési szerződés. Bizottságok elfogadásra javasolják. Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a Szakkérdési Centrum feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati tulajdon ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a Szakkérdési Centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, míg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A Berettyőújfalu Szakkérdési Centrum megküldte a részletszabályokat, tartalmazó vagyonkezelési szerződés tervezetét. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés. Hozzászólási szándék. Megadom a szót dr. Éles Andrásnak. Én szeretném megkérdezni, mi van akkor, hogyha nem mondunk le? Egyébként pedig én úgy gondolom, hogy a jogszabály egyértelmű, hogy le kell mondanunk, de hát megint ott tartunk, hogy a törvény. De akkor még egy másik problémám van. Ez a szakképzési centrummal, a centrum felső vezetésével és a városnak való, városra való kapcsolatot én nem érzem olyannak, ami megfelelő, nem a város miatt. Egy konkrét példát nem, nekem kellene elmondanom, de például a Sós Gábor Alapítványban, ami a vagy a szakképzési központnak a feladata lenne, vagy lépni kellene, körülbelül másfél éve nem lehet belőle egy papírt kicsiholni. Hát milyen együttműködés az, ami ezt eredményezi? Nekem sokkal nagyobb problémám ez, mint az, hogy a törvény erejénél fogva oda kell úgyis adni az eszközöket. Tehát köszönöm. Megint velünk mondatnak ki olyat, amit nem is biztos, hogy akarunk. Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? Akkor a vagyonkezelői szerződés megkötésére döntünk most. Megállapítom, hogy 11 igen egyöntetű döntés hoztunk. 12-es napirendi pont tárgyalása következik. Ez közmeghallgatás meghirdetéséről szóló előterjesztés. 2019. február 14-én délután 16 órai kezdettel a Kékely Lajos Városi Művelődési Központ színház termébe teszek javaslatot. Van-e kérdés az előterjesztéshez, hozzászólási szándék? Ha nincs, akkor az igen gomb megnyomásával tudunk erről dönteni.
Szeretnék javaslatot kérni a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, hogy ne ott kelljen ezt megtenni. Uckó József képviselő. Kótyimre képviselő, hogy hát. Kótyimre ott lesz ezen, ott lesz, és remélhetőleg ott lesz, és akkor ha el tudjuk fogadni a jegyzőkönyv hitelesítőnek, most szavazzunk erre. Tizenegy igen, egyöntetű döntés lesz, köszönöm szépen. 13-as napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívó a 14-es napirendi pont volt. Előterjesztés a bölcsődei fejlesztési program felhívás szerinti pályázat benyújtásáról. Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Család és gyermekjogi szolgálat városi bölcsődei intézményvezetőjével történt egyeztetés alapján városunkban igény mutatkozik, már meglévő 50 férőhelyes bölcsőde mellett egy új telephely kialakításával további 12 férőhely létrehozására. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Kérdés nincs hozzá, szó Pap Gábor, mi? Polgármester úr, azt szeretném kérdezni, hogy sikeres pályázat esetén a nyár végéig az óvoda, tehát jelenleg az Attilúci óvodában csoportok működése ugyanígy folyik-e tovább. Tehát ez őszig gondolom a tanév végéig, illetve amikor elhelyezésre kerülnek a csoportok, maga a csoport együtt fog-e tudni maradni, tehát van-e olyan hely, ahol el tudjuk őket helyezni, tehát nem lesznek a gyerekek úgymond szétbontva, ez a kérdésem. Illetve még van egy kérdésem, hogy sikertelen pályázat esetén mi lesz az Attila utca óvoda sorsa? Köszönöm. Igen, további kérdés nincs, akkor kérdések sorát lezárom. Hozzászólás Szabóni Martéva. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az elhangzott egyik kérdéshez kapcsolódóan kértem szót, mikor a Művelődési Bizottságon tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, még akkor kértem az óvodavezető asszonyt is, hogy maradjon ott, hogyha a kérdés... Tehát kértem az óvodavezető asszonyt is, hogy maradjon ott ennél a napirendnél, és ezt a kérdést föltettem, azt a választ kaptuk, hogy igen, el tudják helyezni együtt a csoportot, tehát nem lesznek a gyerekek szétszórva. Köszönöm. A kérdés a további részére az, hogy így marad-e szeptemberig, az én tudásom szerint igen. Nyilvánvalóan ez egy kérdés. A harmadik kérdésre a válasz az egy kicsit bonyolultabb. Egyrésztről az látszik, hogy az elmúlt években a óvodákat elég szépen rendbe raktuk, és a többi óvoda rendben van. Nyilván ehhez ennek az épületnek egy szimpla energetikai felújítása az nem biztos, hogy elegendő lenne, hiszen hogyha látjuk nyilván a kialakítása, azt mondjuk, hogy most három csoport van ott, ennek a három csoporthoz tartozó konyha az messze nem tükrözi a jelenlegi elvárási szintet. A gyereklétszám nem nő, hanem inkább egy pici csökkenés tapasztalható, illetve az intézményvezetője meglátása szerint egyre komolyabb gondot okoz szakképzett óvónőknek a felvétele. Ebből az következik, hogy abban a kubatúrában, ami föl lett újítva, az óvodai csoportok el fognak férni. A kérés, ami a intézményvezető, vagy egy fővetés volt, hogy van egy pályázati lehetőség. Ugye a tavalyi évben többször foglalkoztunk azzal, hogy egy meglévő kiscsoportos bölcsőde működésében a nyár folyamán segítséget kellett nyújtanunk, hogy ugyanígy szeptemberig a működése biztosított legyen. Akkor, amikor a szülőkkel leültünk, az teljesen egyértelművé vált, hogy van olyan szülői igény, aki a nagy csoportos bölcsőde, vagy a több gyerekes bölcsőde mellett kis csoportos bölcsődei ellátást helyezi előnybe, és ezért merült az föl, hogy ebből az épületből a mostani pályázat szerint nagyságrendileg 50 millió forintból próbáljunk meg egy bölcsődének felújítani, vagyis hogy maradjon a gyerekek a város szolgálatában, de egy más célra, hiszen nyilvánvalóan akkor, amikor többször fölmerül az, hogy a munkaerőhelyzet milyen a városban, fölmerül az, hogy egyébként sokszor egy-egy szülő vagy egy kismama elmenne egyébként dolgozni, de nem mindig abban a pillanatban áll rendelkezésre bölcsődei lehetőség, amikor ő neki pont munka lehetősége lenne. Ez nagyon nehéz összehangolni. Én azért gondoltam azt, hogy ez egy jó lehetőség. Adjuk be ezt a pályázatot, nézzük meg, hogy ezt meg tudjuk-e nyerni, és ha igen, akkor első körben ezt a bölcsődei ellátást. És nagyjából ebben az 50 millió forintból a kollégák szerint egyébként ezt az épületet alkalmassá lehet tenni, és az udvar pedig messze alkalmas arra, hogy ezt a célt szolgálja. Hozzászólás észrevétel a képviselőtestület tagjai részéről. Dr. Éles András képviselő úr. Polgármester úr, ez az óvoda
60 évvel ezelőtt általam gyakran meglátogatott hely volt. Ezért hát a nosztalgia megvan. Ami a mostani előterjesztést illeti, az pedig szerintem a városba kialakult gyakorlat szerint teljesen nem végig gondolt, csak elsődleges szempontokat figyelembe vesz, mást nem. Azon a környéken belátható távolságban nincs óvoda. Ha egy szülő az Akhim András út végéről óvodába kötelezően be akarja vinni a gyermekét, akkor napi 10 kilométert kell neki kerékpároznia vagy autóznia. Tessenek lemérni, én megtettem. Ha ezt veszem figyelembe, akkor az óvoda szükségessége nem kérdőjelezhető meg. Szeptemberben egy vállalkozó szeretett volna bölcsődét nyitni. A képviselőtestület arra hivatkozással, hogy el tudja látni ezt a feladatot, a kérelmet nem támogatta. Azóta a bölcsőde működik. Nem a mi dolgunk, vagy nem az én dolgom megítélni, hogy rendben van-e, vagy nincs, de működik. Most azt mondjuk, hogy szükséges ez a 12 férőhelyes bölcsőde megépítése. Egyetértek azzal, hogy a szolgáltatások színvonalát növelni kell, az épületre, ami rá lehet fordítani, rá kell fordítani. De nem értek egyet azzal, hogy az óvodát megszüntetjük, és a bölcsődét oda tesszük. A bölcsődének egy 12 férőhelyes bölcsődét oda teszünk. A bölcsőde egy nagyon érzékeny dolog. Nincs rendjén az, hogy oda viszik a ételt. A bölcsődébe helyi konyhával kell rendelkezni, és helybe kell főzni. Kellene. Ezért én azt kértem a bizottságülésen is, hogy mondja már meg valaki, hogy 12 gyermekhez hány gondozó kell, ennek mennyi a költsége, mennyi az állami normatíva, mennyit kell hozzátenni az önkormányzatnak, és a 12 gyermek rentábilisan ott, ebbe az épületbe ellátható-e. Elmondom a második 3 percemet is. Azt mondták, hogy biztos volt ilyen számítás, de produkálni nem tudták. Még egyszer mondom, tehát egyikszer azt mondjuk, hogy el tudjuk látni a bölcsődében a gyerekeket, másikszor azt mondjuk, hogy szükséges egy létszámnövelés. Azt mondjuk, hogy csökken a gyermek létszám, azt mondjuk, hogy az óvodában kevés a pedagógus, óvodapedagógus, eközben ha akárhova visszük, ha az épületben elviszük egy másik óvodába, ott is kellene óvodapedagógus. Tehát nem az a probléma, hogy ez az óvoda létezik, és máshol kellene, hanem próbáljuk szalonképessé tenni az átszervezést. És mondjuk megnövelni az óvodai csoportok, még tovább növelni az óvodai csoportok létszámát. Lehet, hogy nehezen érthető az én logikám. Ezért nagyon leegyszerűsítem. Azt mondta alpolgármester úr a hasonló futamú felvetésemre a bizottsági ülésen, hogy nagyon nehéz volt azt elfogadtatni, hogy óvoda és iskola együtt legyen a Magyar utcán. Hát akkor profik vagyunk abban, hogy megteremtsük annak feltételét, hogy óvoda és bölcsőde együtt legyen az Attila utcán. És még valamit. Ha ezt végig gondolják, akkor lehet, hogy megint ott vagyunk, ahol sokszor a bírálatnak összesen ennyi a problémája, hogy nem számolunk, hanem döntünk, és utána kezdjük megpróbálni a megoldás keresését. Tehát nekem összesen annyi a bajom, hogy miért nem azzal kezdtük, hogy lehet az óvodát is megtartani,
és a bölcsődét is. Ha ennek az óvodának alacsony a létszáma, akkor természetes, hogy az utánpótlása ott lenne, mert aki a bölcsődébe odaviszi a gyermeket, az nagy valószínűséggel ebbe az óvodába fogja beíratni is. De még valamit. A bölcsődében nem úgy van, hogy elmegyek dolgozni Tiszaújvárosba vagy Debrecenbe, és ott hagyom a gyermeket, majd mikor hazajövök, akkor meg érte megyek. Tetszenek tudni, hogy hányszor telefonálnak a bölcsődéből, hogy beteg a gyerek, és menjen érte a szülő is, vigye orvoshoz? Tehát ezek a problémák, én úgy gondolom, hogy egy ilyen gyors döntésbe nincsenek kimunkálva, megint pénzszerzési lehetőség van, csináljuk meg, hogy lesz azután, az senkit nem érdekel. Vagy ha érdekel, akkor se foglalkozik a mögötte lévő számokkal. Köszönöm szépen. Tehát az a javaslatom konkrétan, hogy az óvoda és bölcsőde együtt megmaradjon. Aggában én akarom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bevallom, nekem az Attila utcai óvoda a szívügyem. Nem szerettem volna sohasem, hogyha ez az óvoda megszűnne. De én most egy egészen más oldalról közelítem meg ezt a kérdést, vagy ezt az előterjesztést, mert én azt látom, hogy egy bölcsődei fejlesztésre van lehetőség. Tehát akkor tudunk pályázni, hogyha egy bölcsődét akarunk, akár egy ilyen mini csoportot létrehozni, arra nincs lehetőség, hogy óvoda bővítés fejlesztés címén ez az épület megújuljon, vagy felújítsák. Tehát én úgy állok hozzá, hogy ennek a tervnek a megvalósítása esetén az az épület végre felújításra kerül, és újra alkalmas lesz arra, hogy gyermekeket befogadjon. A másik kulcsa, hogy gyermekek, tehát a továbbra is a gyermekek érdekét szolgálja. Jó lenne, hogyha óvodáskorú gyermekek járnának oda, de már az is megfelelő, hogyha a bölcsödések. Remélem, hogy sikerül majd olyan szolgáltatást nem kitalálni, hanem megvalósítani, ami a gyermekek fejlesztését szolgálja, és akkor kihasznált lesz az épület, mert azért az bizonyára mindenki látja, hogy 12 gyermek elhelyezése esetén teljesen gazdaságtalan lenne működtetni, fenntartani azt az épületet. Ami nekem inkább egy kicsit aggály, hogy a fecske lakásba beköltöztek a fiatalok, reményeink szerint a Bocskai utca 98-ba is fiatalok költöznek, sok gyermek születik majd, remélem legalábbis az elkövetkezendő években. Tehát jó lenne, hogy az a közeli épület óvodai funkciókat látna el, és közel tudnák vinni a gyerekeket, mert nem mindenki rendelkezik autóval, vagy aki rendelkezik, sem biztos, hogy megengedheti magának, hogy minden nap használja az autót. Tehát én végig gondoltam a jó és a rossz oldalát, az esélyeket, a lehetőségeket, és azt, ami majd a hozadéka, és támogatom ezt az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm. Nagyi Jóász Krisztinának adom meg a szót. Az Egészségügyi és Szociális Bizottságon tárgyaltuk a bölcsődefejlesztési programot. Hosszabban szeretném elmondani, ami ott elhangzott, hogy érthetővé váljon. A bölcsőde fejlesztése a mostani állapotában a Nikodémusz úton 2011-ben történt meg, és azelőtt ugye 20 férőhelyen voltak a gyerekek, és gyakori 40 fős igénnyel. 2011 után lehetővé vált egy 48 plusz 2, tehát 50 férőhelyes bölcsőde működtetése. Mint ahogy itt több mindenki már előttem elmondta, csökkenő gyermekszám volt, kevesebben mentek vissza a munkaerőpiacra, tehát gyakorlatilag a következő években a 40 főre való feltöltés a bölcsődének is gondot okozott. Majd a jogszabályi változás következtében, hogy a gyes mellett lehet munkát vállalni, megpróbáltak az anyák visszamenni a munkaerőpiacra, és elérhetővé vált, hogy körülbelül, ugye elkezdődik a szeptember 1-i nevelési gondozási év, januárra sikerült feltöltenünk a bölcsődét. Most az elmúlt évben 6 gyermek ment át a nevelési gondozási év közben az óvodába 2,5, illetve 3 éves koruk elértével, ahol a szobatisztaságot teljesítették. Tehát nem mondhatom azt, hogy a bölcsődéből tömeges a óvodába való átmenet,
de ugyanakkor jelentkeztek fiatal anyák, akik nappali rendszerű iskolába járnak, illetve olyan anyák, akik esen is BTMS betegséggel küzdő gyermekeket nevelnek, és ebben az esetben, ha speciális vagy különleges szükségletű a gyermek, hát természetesen Debrecenbe kell bejárni, illetve leghamarabb is segítséget Hajdúböszörménybe kapnak. A 2020-as bölcsődei fejlesztési program teremt arra lehetőséget, hogy egyfajta igény és egyfajta szolgáltatás találkozzon, és mi most abban a szerencsés időpontban vagyunk, hogy az igény és a szolgáltatás most tud egymással találkozni. Tehát van egy olyan épületünk, amelyet, hogyha átalakítunk és felújítunk, akkor egy bölcsődei csoport ebben elhelyezhető. Képviselőtársam kérdezte, hogy milyen a finanszírozás feladat, tehát a két kisgyermek nevelő bére és egy dajkának a bére áll rendelkezésre, illetve folytatom, a tárgyi feltételekhez is hozzájárul az állam, tehát a tárgyi feltételek fenntartásához. Ami a finanszírozásban nehézséget okozhat, az az, hogyha 10 napnál többet hiányzik a gyermek, arra a hónapra nem kapunk finanszírozást. Múlt évben 2 speciális szükségletű gyermek tekintetében kérték az elhelyezést, és akkor, illetve volt BTMS megkeresésünk is, és akkor felvettem a kapcsolatot a minisztériummal és a debreceni kormányhivatallal, és azt a tájékoztatást adták, hogy nagyon nagy szükség van ilyen esetben a szolgáltatás növelésére, és a jelenlegi épületünkhöz való toldással, ugye megszüntetnék azt az akkori célt, hogy azért lett megvásárolva a mellette levő telek, hogy nagyobb udvar legyen, tehát akkor vennénk, el kellene venni a területből, illetve kisebb területen családiasabb környezetben kellene ezeket a plusz szolgáltatásokat megvalósítani. A finanszírozás eddigi tapasztalatai, ami már ebben a rendszerben történt, azt kell, hogy mondjam, hogy mikor teljes feltöltöttség alatt van a bölcsőde, körülbelül 20%-a hiányzik a gyermekeknek betegség miatt a téli időszakban, és nyáron természetesen jobb, amikor nincsenek ezek a cseppfertőzéses betegségek. Itt viszont a dupla finanszírozás társul a speciális szükségletű igényű gyermekekre. Köszönöm szépen, Szabóné Martivának adom meg a szót. A szót, polgármester úr, és megköszönöm az előző két képviselőasszonynak a hozzászólást, Pap Gáborné képviselőtársamnak és Krisztinának is, mert amit mikor gombot nyomtam, szerettem volna elmondani, Pap Gáborné is megfogalmazta egy gondolatot, azt köszönöm, egyetértek vele, és a sajátos nevelésigényű gyerekek, mint hiányzó, hogy ezen a területen fejleszteni tudjuk őket, szintén olyan terület, amiben feltétlenül lépnünk kell, és ez pedig ugye Krisztina, mint szakember is elmondta a képviselőtársam, úgyhogy ezt köszönöm. Egy gondolat van még, amiért nem vettem vissza a szót, az, hogy ha most 3 csoport van a Nikodémusz utcán, óvoda, egy csoport, abból ugye az egyik elballag, tehát ami áthelyezésre kerül, 2 csoport, és ebben az esetben az óvoda hálózatban egy-egy csoporttal kevesebb lesz, tehát 2 óvónővel kevesebb jár, tehát nem ugyanannyi szolgáltatásra van. Tösség nyilván azokról van szó, akik nyugdíjba vonulnak, tehát semmilyen szinten. Tehát nem igaz, vagy az a rész nem igaz, hogy akkor ugyanannyi gyermekről és ugyanannyi csoportról kell gondoskodni, és valóban jobb körülmények között tárgyi feltételek biztosításával elhelyezhetők a gyerekek, tehát a felvett jelen óvodások már ezekbe az épületekbe kerülnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Amikor a pályázatot először hallottam, akkor ugyanez volt az első gondolatom, hogy egy bölcsődei csoport és egy óvodai csoport szépen egymásra épülve
ami egyébként a pályázat jelenlegi kiírása szerint nem lehetséges. Legalábbis a fenntartási időig nem lehetséges. Ezután elgondolkodható, de szerintem most csak a fenntartási időből szabad kiindulnunk. De nyilvánvalóan a fenntartói felelősség az az, hogy milyen intézményeket üzemeltetünk. Az elmúlt pár évben gyakorlatilag az összes intézményt sikerült felújítanunk, kivéve ezt az egy épületet. Ugye egy ilyen felújításnál sok, hogyha energetikai oldalról indulunk, akkor sok olyan feltételt és olyan számokat kell produkálni, ami ennél az épületnél nem biztos, hogy sikeres. Konkrétan ennek a felújítása most ebben a bölcsődei programban lehetséges. Én is abból indultam ki, hogy gyerekek maradnak. Nyilván a átjárás a két intézmény között azért picit nehezebb, nem ugyanaz a mérce, hiszen az egyik egy oktatási intézmény, a másik egy szociális intézmény. Természetesen a bölcsőben nem óvónénik vannak, hanem szociális területen dolgozó szociális munkások. A óvodában pedig, mivel tanintézményről beszélünk, ott pedagógusok, óvónők dolgoznak. A kettő azért nem tud összefolyni, mert az két különböző hivatás szerintem. Ebből következik számomra, hogy ez a felújítás megtörténik, higgyék el, hogy sokat mérlegeltünk. Az egyik érv az volt, hogy építsünk a jelenlegi bölcsőde udvarára egy fejlesztést. El tudom fogadni azt, hogy onnan udvart elvenni nem logikus és nem szerencsés. Ugye fölmerült ez a speciális igényű gyerekeknek az igénye. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan minőségi lépés, amit meg tudunk tenni. Ez az udvar, ez az elhelyezés egyébként erre alkalmas, és ha lejár egyébként ez a fenntartási időszak, az akkori képviselőtestület elgondolkodhat azon, ha egyébként ezek az igények majd rendelkezésre állnak és valóban valósak lesznek, hogy akár ez egy mini csoport és csoportos óvodaként fog tudni működni, de ezzel nem menjünk előre, ez nem a mi dolgunk. Most nekünk azt a döntést kell meghoznunk, hogy ezt a pályázatot beadjuk ebbe a formába vagy nem. Még azt sem biztos, hogy nyerni fogunk, hogyha nyerni fogunk, akkor ez a folyamat elindulhat, ha nem nyer ez a folyamat, akkor ez egy másik szituáció, akkor újra itt fogunk ülni és újra erről fogunk beszélni. De higgyék el, hogy semmiféle rossz szándék nincs. Természetesen a financiális feltételekkel tisztában vagyunk. Itt több olyan érv és ellenérv ütköztetése történt meg, aminek a végén az a javaslat született meg, hogy próbálkozzunk meg ezzel a pályázattal. Mostani meglátásunk szerint az a nagyságrendileg 50 millió forintos összeg ennek az épületnek a rehabilitációjára alkalmas úgy, hogy ez alkalmas legyen egy ilyen speciális feladatnak az ellátására. Én arra kérem a képviselőtestületet, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. Tudunk-e szavazni? Aki szavazás. Először az első pontról szavazunk. Köszönöm, 11 igennel az elfogadásra került, majd a második ponton szavazunk most. Köszönöm szépen. 14-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban 12-es napirendi pont volt. Előterjesztés a konyhakert és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztés. Bizottságok megtárgyalták, és mind a bizottság, aki tárgyalt, elfogadásra javasolja. Az önkormányzati projekt keretében 21 háztartás bevonását tervezi, melyhez 1 millió forint, nagyságrendileg 1 millió forint összegi támogatást kíván igénybe venni a pályázat keretében a támogatást nyújtató természetes tenyésztésre szükséges anyagok vásárlására, vagy szolgáltatások, eszközvásárlás, mezőgazdasági gépek üzemeltetése, tanácsadás, mezőgazdasági gépek karbantartása, felújítása és tájékoztató előadások költségeire. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólási szándék? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával tudjuk a programot elfogadni. Egyöntetű döntés hoztunk. 15-ös napirendi pont, előterjesztés a 7. hajnási jótékonysági városbál bevételéből a hajnási óvoda támogatásáról szóló előterjesztés, amely nagyságrendileg 1 millió forint átadásán teszi lehetővé a városi óvoda számára. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával tudunk erről döntést hozni.
11 igen elfogadásra került. 16-os napi rendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a Csia Győző tehetséggondozó alapítvány kérelmével kapcsolatos előterjesztés. A pénzügyi ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja kiegészítéssel, és a művelődés oktatási bizottság is kiegészítéssel javasolja elfogadásra. Az alapítvány célja a hajdonállási kötődésű Csia Győző szakgimnázium és szakközépiskolába végzett felsőfokú műszaki elsősorban mérnöki szakirányú oktatásban résztvevő, kiváló képességű és kiemelkedő tehetséges fiatalok tanulmányainak elősegítése érdekében tett anyagi támogatás nyújtása. Javaslom a testületnek, hogy 2019-es évben 1 millió forint összeggel támogassa az alapítványt, későbbiekben pedig a mindenkori éves költségvetésben kerüljön tervezésre a támogatás összege. Pénzügyi bizottság. Polgármester úr elmondta, tehát a bizottságunk az 1 millió forintot támogatja. Köszönöm. Oktatási bizottság. Igen. Szóval kérek, az oktatási bizottság is egyhangú döntéssel támogatta 1 millió forintot. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, Bódi Judit? Igen, nekem csak ilyen tisztázó jellegű kérdésem lenne, de ugye egy másik alapítványnak a működését ismerve teszem föl ezeket a kérdéseket, csak megelőzve a problémákat. Tehát jól értem el, hogy akkor itt az alapító az egy magánszemély, tehát a Cséha Tamás. A másik kérdésem, hogy az alapítvány hogy döntött, hogy az alapítói tőke, mert ugye egyelőre ez készpénz, ha jól látom, ha mi megszavazzuk az 1 millió forintot, akkor ez 2,5 millió forinttal indul, aztán utána, hogy mennyi lesz az majd kérdés, hogy ezt az alapítói tőkét fogja-e arra használni, hogy a diákokat támogassa, mert ugye akkor egy idő után akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan pótolni kell az alapítványnak a tőkéjét. A harmadik kérdésem pedig az, hogy akik a levélbe felsorolásra kerültek, ebbe a személyek azok, akik kötöttek, tehát maguk a személyek kapják a megbízatást, vagy pedig kötött ahhoz, hogy éppen milyen titulusban vannak, akár az iskolába, akár polgármester úr személyébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? A kérdés röviden a válaszom az, hogy igen, jól látja képviselő azt, hogy ez jelen pillanatban azt a tőkét fogja, abból fogja finanszírozni, ami most rendelkezésre áll. Csia Tamás tette az alapítványt, az ő halála után a budapesti lakása teljes körűen azt a célt fogja szolgálni, nyilván majd a kuratóriumnak a közreműködésével. Addig mindenképpen igény fog fölmerülni arra, hogy ahogyan most is, akár az önkormányzat, akár a Hajdú Gabona, akár az alapító ebbe éves szinten forrást kell, hogy bele tegyen. Röviden így fogalmam össze. Köszönöm. Hozzászólás észrevételi szándék. Te mint személy vagy mint polgármester? Én tudásom szerint személy és nem polgármesterként. Hozzászólás észrevétel lehetőségét nyitom meg. Dr. Éles Adásnak adom meg a szót. Hát én, ahogy az előterjesztésben is le van írva, a alapítvány megalakult, az 1 millió forintot letétbe helyezték, és megválasztotta a kuratóriumot, tulajdonképpen a alapító felkérte a kuratórium tagjait, és a kuratórium engem választott meg az alapító kérésére, az alapítvány elnökének. Ez a kuratóriumi összetétel személyhez kötött, és nem beosztáshoz kötött. Tehát a személyükben vannak érintettek, polgármester úr, polgármester, Szólát Tiborként, és nem polgármesterként, az iskola képviselője nem az iskola képviselőjeként, hanem Bakó Sándorként, vagy én magam nem Nyuggerként, hanem Éles Andrásként. A kuratórium tagjai senki semmiféle díjazást, jutatást nem kap a tevékenységéért. Ez egy nehezen megmagyarázható dolog, és azt kívánom
az alapítvány tevőnek, hogy nagyon sokáig éljen, de ennek a kurató, vagy ennek az alapítványnak azt gondolom, hogy nagyon sok pénze lenne, lesz, amikor majd az alapítvány tevő meghal. A kuratóriumon belül és az alapítvány tevő által is egyértelműnek látszik, hogy ezt az ingatlant nem értékesíteni kívánja, hanem bérbeadás útján kívánja hasznosítani, és az ingatlana a magyar parlamenthez két utcányira van. A nagyságrendjét én nem kívánom itt most elmondani, de maradjunk annyiba, hogy a nánási alapítványok vagyonának többszöröse. Itt az átmenet az, amit finanszírozni kell. Ez pillanatnyilag úgy számolunk, hogy körülbelül két gyerekkel indulnánk el, és havi 40 ezer forint támogatással. De ez már jövőre ugye legalább 8 vagy 4 gyerek, és akkor már 80 ezer, vagy igen, 80 ezer forint 4 fenét. 4x4, 16, 160 ezer forint havonta. De azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú és magas színvonalú befektetés, hisz mérnökképzésben résztvevő fiatalokat szeretne támogatni az alapítvány. Nem várjuk el, és azért van így fogalmazva, hogy a jövőben is, elmondom a másik három percben is, hogy a jövőben is ugyanilyen nagyságrenddel támogassa az alapítvány. Egyébként már több ez a pénz, mert Boc Imre, aki a Csiha díjat kapta ebben az évben, a díjjal járó juttatását felajánlotta az alapítványnak, és természetesen nem tekintjük lezártnak azt, hogy további támogatókat is szerezzünk. Természetesen, ha ide jön az alapítvány a képviselőtestület elé, akkor arról is beszámol, hogy mennyi pénz van a számláján, mert ez úgy természetes és úgy korrekt. Én úgy gondolom, hogy egy nemes cél, és a legnemesebb ebben a dologban az számomra, hogy 2006-ban kezdtük el ennek a gondolatnak a ápolását az alapítvány tevővel, és itt Nánáson nagyon sokan emlékeznek az ő édesapjára. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert már a mai fiatalok egyáltalán nem biztos, hogy tudják, hogy Nánáson volt egy legenda, ami arról, vagy egy szóbeszéd, ami arról szólt, hogy a család ezüstkészletének ezüstkészletét ajánlotta fel az édesapa arra a célra, hogy ne robbantsák fel az aláaknázott csihamalmot. És az alapítvány tevő emberi nagyságát az mutatja, hogy nem akart bálványt csinálni. Azt mondta, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, hogy ez igaz. Ezért is tartom fontosnak, hogy fennmaradjon a Csiha név, és talán egyszer még megéljük, hogy a Hajdú Gabona ZRT csihamalma lesz a cég neve. Ami adminisztratív okok miatt egyelőre még nem következett be, de erre a cég nyitott. Köszönöm szépen, ha valakinek még esetleg kérdése van, az alapítvány, az alapító okirat is itt van, tehát készséggel állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Boldog ügynek adom meg a szót. Igen, pusztán jó szándékból, tehát félreértés ne essék, abszolút nem megkérdőjelezni akartam a személyeket sem, csak mondom tapasztalatból, hogy akkor javaslom erre odafigyelni, hogy név szerint szerepeljenek benne, mert ez okozhat gondot akár az iskolába, már változik a helye, akár polgármester úrnak, ha változik a titulusa. Tehát, hogyha ez magánszemélyekhez kötődik, akkor így szerepeljenek. Ez lehet, hogy csak a levélben van így felsorolva, csak pusztán jó szándékból jeleztem ezt. Persze egyetértek a céllal. Köszönöm. Jól emlékszem, nincs is más törvényi lehetőség. Úgy nem lehet valakit megválasztani egy... Az ügyvéd ott azon a helyszínen, amikor ott vannak, azt mondja, hogy nem lehetséges. Nekem is ez volt a javaslatom. De azt mondja az ügyvéd, hogy nem lehetséges, csak konkrét személyt lehet megválasztani.
Ez volt az ügyvédnek az álláspontja. Szabolcs Martinak adom a szót. Polgármester úr, ezt nem tudom, itt ami legutóbb elhangzott, mert én nemrég voltam részese egy alapítvány módosításnak, ugye az új törvényhez igazítottan, ott volt arra lehetőség. Az az ügyvéd, aki azt csinálta, tehát ő azt mondta, hogy van arra lehetőség, tehát ott például mondok egy valamit, hogy a mindenkori igazgatója az iskolának, tehát lehetett, erre lehet. De ez csak, ez az én tudásom, meg az az ügyvéd erről így tájékoztatott bennünket. Én is azt szerettem volna kérdezni, amit Bódi képviselőtársam, igen, azzal együtt, hogy minden kuratóriumi tag személyét nagyon nagyra becsülöm, és maximálisan személyükben is támogatom, hogy bár ugye erre nincs szükség támogatásomra, csak szeretném kinyilvánítani, támogatom. Én is azt hittem, hogy delegáltak, hisz ugye elég magas összeggel támogatja az önkormányzat az alapítványt, és ehhez kapcsolódóan szeretném azt elmondani, hogy én elviekben nem értek egyet ezzel. Amiért én ezt maximálisan támogatom, az pontosan az, amit elnök úr elmondott, hogy Csiha Győző tehetséggondozó alapítványról van szó, és Csiha Tamás az alapító. Tehát egyébként is tudjuk, hogy nagyon sok alapítvány működik a városban, tehát ilyen mértékű támogatásról még soha nem volt szó. Szóval ez olyan ügy és olyan név, amit ezért támogatok, de önmagában más esetben én ezt nem támogatnám. Köszönöm. Köszönöm szépen, van további hozzászólási szándék. Nincs ilyen, akkor az igenben megnyomásával tudunk arról dönteni, hogy 1 millió forinttal támogatjuk a Csiha alapítványt. Megállapítom, hogy 11 igennel ezt elfogadtuk. 17-es napi rendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a baptista tevékeny szeretett misszió tevékeny gondozási szolgálat kéreméhez, amely tulajdonképpen a bizottság támogatását is elnyerte. 2 darab irodának a Kisfaludy utcán való biztosításáról szól az előterjesztés. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólási szándék? Nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával szavazunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 igennel ezt elfogadta. 18-os napi rendi pont tárgyalása következik az előterjesztés a Nánási Focisúri Sportegyesület kéreményhez. 2 bizottság, a pénzügyi és a bődési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Nánási Focisúri Egyesület kéremmel fordult a testülethez, melyben kér, hogy a 2018 évben megítélt támogatások elszámolási határideje 2019. július 31-ig kerül meghosszabbításra. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólási szándék? Nem látok ilyet, az igegon megnyomásával tudjuk elfogadni. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 igen egyöntetű döntés hozott. 19-es napi rendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan, Hunyadi út 6-8, 4/14 és a Hunyadi út 6-8, 1/5 szám alatt ingatlan forgalmi értékének jóváhagyására és a vételen megállapításáról szóló előterjesztés. Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. 2 önkormányzati lakás vonatkozásában nyújtottak be vásárlási szándékhivatkozat a lakásbérlők a vagyoncsoportán, mely szerint elővásárlási joggal rendelkezőként szeretnének az önkormányzati lakást vásárolni. Kérdezem, hogy van-e ehhez kapcsolatban kérdés? Hozzászólási szándék. Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával szavazzunk. Először az első határozati javaslat. A 11 igennel elfogadásra költ, majd most a második határozati javaslatról. Újfent ez is 11 igennel elfogadásra került. 20-as napi rendi pont tárgyalása következik, ez egy új napi rendi pont. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan, Hunyadi 68C413 szám alatti ingatlan forgalmi értékének jóváhagyására és a vételám megállapításáról szól előterjesztés. A bizottság, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. További egy önkormányzati lakás vonatkozásában nyújtott be a vásárlási szándék nyilatkozatot a vagyoncsoportnál, mely szerint elővásárlási joggal rendelkezőként szeretne önkormányzati lakást vásárolni. 1 darab szavazásban vagyunk, hogyha hozzászólás észrevételi szándék. Ha nincs ilyen, akkor az igen megnyomásával tudunk szavazni. Köszönöm. 10 igennel elfogadásra került egyöntetű szavazásra. 21-es napi rendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban 20-as volt.
előterjesztés a Mátorok 14 szám alatti önkormányzati tulajdon ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság és a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi Mátorok 14 szám alatti kivett ipartelep megnevezésű 7261 négyzetméter alapterületi ingatlan. Szakértő az ingatlan forgalmi értéket üres használatban vehető és tehermentes állapotban nettó 296 millió 165 ezer forintban állapította meg. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e kérdés? Kérdésre nem látok igény, de mégiscsak dr. Éles Andrásnak adom meg a szót. Polgármester úr, biztosan felvődően győzött meg az ingatlanok a gazdasági célú hasznosítást engedélyez. Én azt gondolom, és arra hívom fel a figyelmet, hogy ez egy nagyon csábítónak tűnő, de veszélyes besorolás. Ugyanis nagyon sokat lehet azon vitatkozni, hogy teljes körű volt-e a tájékoztatás. Hát én, és ebben benne van egy kicsit a hozzászólásom is, hogy nagyon-nagyon tekintően fogalmazza meg az, aki, ne adj Isten, ha lesz vevő, eladja ezt az ingatlant, mert láttam én már éjjel-éjjel nappal meghalni, és jugvitát abból, hogy nem volt teljes körű a tájékoztatás. Az nem lenne jó az önkormányzat számára, ha csak az ingatlan értékesítésével foglalkozna, és nem venné figyelembe a tájékoztatási kötelezettséget, és nem mondaná el, hogy szakhatósági eljárás keretében milyen elvek alapján kívánja az engedélyt kiadni. Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy volt arra példa, hogy konzervüzem akart oda települni. Tesselek végig gondolni. És komolyan gondolta. Én meg megkérdeztem tőle, tényleg komolyan gondolja? Tehát ám legyen, adjuk, ha viszik, de a tájékoztatási kötelezettségünkre nagyon szeretném felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy erre felhívta képviselő a figyelmet. Van-e további hozzászólási szándék? Nincs ilyen, akkor szavazásban vagyunk. Kilenc igen, egy tartózkodásra, Papp Gáborné tartózkodásra az elfogadásra került. Köszönöm szépen. 23-as napi rendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a Hunyadi út 6-8 7-es számú garázs értékesítéséről szóló előterjesztés. Bizottság támogatja, gyakorlatilag ez egy 20 négyzetméter alapterületű garázs megnevezésű ingatlan üresen áll, így szükséges a további hasznosításának a rendezése. Megpróbáljuk ezt értékesíteni. Van-e kérdés? Hozzászólási szándék. Ötös Attila. Bizottsági javaslat, mert megfogalmaztuk azt, hogy a garázsoknak a bérleti díja már körülbelül 10 éve, vagy több mint 10 éve változatlan, hogy a hivatal ennek vizsgálja meg a lehetőségét, hogy esetleges emelést. De ezt ezen támogatjuk ezen a... Köszönöm szépen. Hivatal vette ezt a most döntöttünk a javaslatot. Akkor szavazhatunk-e? Szavazásban vagyunk. Most elvettem. A rossz garázs dobom most áll, Attila jó hosszat hozzá, de most ez a garázs következik először. Két garázs van egymásos. Megértettem, de én most ezt mondtam, most visszatérek el. Jó, jó. Köszönöm szépen, most a 23-as napi rendi ponttól szavaztunk, hiszen ezt olvastam fel, és a most visszaugrunk a 22-esre, egyet kihagytam, elnézést kérek. Megállapítom, 9-igen egyöntetű döntést hoztunk. 22-es napi rendi pont tárgyalása következik, ez a Mátirok út 7 egyes szám ajtószám alatti garázs további hasznosításáról, ez is, amit a pénzügyi bizottság támogat, mondom, ezzel a javaslattal, itt volt az a javaslat, ez egy 19 négyzetméter területű garázs. Ehhez kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel? Igen, gond megnyomásával tudjuk támogatni a határozati javaslatot. Köszönöm, 10 igen egyöntetű döntéssel elfogadtuk, köszönöm szépen. Következő 24-es napirendi pont, előterjesztés, beépítési kötelezettség és elérjelítési tilalom,
átjegyzéséről szóló előterjesztés, pénzügyi és egészségügyi bizottság támogatja. Szatmári Zoltán és Szatmári Zsolt lakosok kérelemmel fordultak a testülethez, mely szerint a tulajdonosa a Sugár utca 10 szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 458 négyzetméter alaptelhető ingatlannak, melyet beépítési kötelezettség, illetve annak biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom terhel. Amennyiben tényleg új tulajdonoshoz kerül, az önkormányzat követelései beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési tilalom az új tulajdonossal szemben a továbbiakban is megmaradnak. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e kérdés a képviselőtestület tagjai részéről, hozzászólás, észrevétel? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával tudjuk a határozatot elfogadni. Köszönöm, dr. Juhász Enda, a polgármester még nem szavazott, most már igen, Szabóné Mártéve is szavazhat még, mert most bekapcsolta a gépét. Akkor ő ki kell kapcsolni. Köszönöm, 10 igent szavazattal elfogadásra került. Köszönöm szépen. 25-ös napi rendi pont tárgyalása következik, el is egy új napi rendi pont. Előterjesztés a Római Katolikus Egyház kérelmével, bizottság, pénzügyi és a művelési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A Római Katolikus Egyház kérelemmel fordult a testülethez, amelyben kéri, hogy a megítélt támogatás elszámolási határidejét szíveskedjen 2019. december 31-ig meghosszabbítani. Indoklásokban leírják, hogy az önkormányzat által 615.000 forint összeggel támogatott Boldogasszony kert kialakításával kapcsolatban 2018-ban jelentős munkátokat végeztek el, a templomkert dísz burkolatának kialakítására azonban várhatóan az idei évben fog sor kerülni. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólási szándék, ha nincs ilyen, akkor az igen van megnyomásával. A polgármester úr. Köszönöm szépen. Most már 11 igen egyetetű döntéssel szavaztunk. 26-os napi rendi pont tárgyalása következik, új napi rendi pont. Előterjesztés hajnási sportklub kérelmére, ezt bizottság nem tárgyalták. Sportklub elnöke kérelemmel fordult a testülethez, melyben kéri, hogy a sport és rendezvénycsarnok építési beruházásához szükséges 100 millió forint összegű megítélt támogatás elszámolási határidejét szíveskedjen a beruházás műszaki átadását követő 30 napon belüli határidőre hosszabbítani a képviselőtestület. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztés kapcsán? Hozzászólási szándék. A képviselőtestület el tudja fogadni, az igen gomb megnyomásával tud ebben a tárgykörben megnyilvánulni. 11 igen egyöntetű döntéshoz fogunk. Köszönöm szépen. Zárt ülés következik. Előtte akinek van hozzászólási szándéka. Képviselőasszony. Köszönöm, hogy ott, ahol lakom, a Jókai úton ugye befejeződött a járda, tehát már ugye maga a járda kész van, de nagyon sok rendezetlenséget látunk. Tehát ugye nem került még átvételre, és ugye ezek rendezésre kerülnek. Igen, köszönöm ez a kérdést. Igen, a válasz az, hogy igen. Köszönöm. Krisztina, Judit. Lenne egy dolog, amin aránylag sokat gondolkodtam, hogy itt elmondjam-e, de mégis arra álláspontra jutottam, hogy igen, miután az önkormányzat köt szerződést a gyerekorvosokkal, ezért tulajdonképpen a testületre tartozik ez a dolog, hogy lehet, hogy név szerint nem mondanám az orvos, mert azt nem akarok ilyen helyzetbe kerülni, de volt egy probléma, amit a szülők felém is jeleztek, és nyilván én is szülő vagyok, mert abból a körből származott. Amikor a iskola orvosi ellátás ment, akkor ez a doktornő olyan szintű stílust ütött meg a gyerekekkel, ami oda vezetett, hogy a szülők arra az elhatározásra, sőt a pedagógusok is arra az elhatározásra jutottak, hogy akkor inkább megtagadják a gyerekorvosi vizsgálatot, amit persze a törvény nem enged, tehát a józan belátás az lett, hogy ezt jeleztük a doktornő felé, aki egyébként legalább válaszra méltatott, és leírta számunkra, hogy tulajdonképpen ő ezt a problémát nem is érzékelte, ami számomra meglepő.
Minden esetre mi ezt jeleztük, én ezt most itt elmondtam, anélkül, hogy a nevét elmondtam volna, mert nem akarok ilyen problémába keveredni, de én azért nagyon bízok benne, hogy ennek tényleg lesz olyan hatása, hogy nem kell még egyszer ilyen szinten ezzel foglalkozni, mert én azért azt gondolom 12-13 éves gyerekekkel foglalkozni az felelősség, még akkor is, hogyha csak egy egyszerű egészségügyi vizsgálatról van szó. Köszönöm szépen. Képviselő úr. Én a mi felelősségünket, és ez részben nekem is volt erről információm, de hogy mindenki értse, hogy mi történt, ahhoz mondjuk két kijelentést érdemes nyilvánosságra hozni. Egy 12 éves vagy 12 éves gyereknek azt mondani, hogy fiúnak, hogy lányos alkatod van, vagy dagi vagy. Én ezt úgy gondolom, hogy személyiségfejlődés szempontjából nem egy szerencsés egy gyermekorvostól ilyen megfogalmazás. Én mást szeretnék felvetni, nem abból az aspektusból, mert igyekszem tárgyilagosan nézni a téli síktalanítási munkálatokat, és arra a következtetésre jutottam, hogy a rendszerben van valami hiba. Nem akarom a lerágott csontot mondani. A síktalanítás maga, ez a probléma. Tehát hiába vagyunk szerződésben, ha nincs, aki kiadja az utasítást. Hiába vagyunk szerződés. Én nem tudom, hogy a közútkezelőnek joga van sózni, nekünk nincs jogunk sózni. A latyakot most, ez már dicséret, a latyakot igyekeztek letolni, amikor felolvadt, de ez korábban nem történt meg. Tehát valami a rendszerben van, a pénz megvan rá. Én nem mondom, hogy fekete utakat kellene látnunk, de síktalanítás valamilyen formáját azt ki kellene találni. Én egy évvel ezelőtt felajánlottam, hogyha veszélyes útkereszteződésekbe kiraknának érdesítő anyagot, akkor én úgy gondolom, hogy lennének, akár én magam is képes vagyok arra, hogy néhány lapát síktalanító anyagot széllyel szórjak, ami megakadályozná, hogy a utak találkozásánál, esetleg egy fékezésnél valaki a másikba beleszalad. Tehát ki kellene találni, a mi időnkben nem voltak ilyen problémák, mert homokkal, meg egy kis sóval szórtunk. Most azt mondják, hogy a környezetvédelem meg a KPM-re nem vonatkozik, a város környéki utak rendben voltak. A városban, főleg az árnyékolt helyeken, akár itt a polgármesteri hivatal melletti útnál is voltak problémák, vagy itt a parkolóban, mert nem sütött oda a nap. De hát valamit csak tenni kellene a síkos. Még egyszer mondom, nem fekete útakat akarok látni. Én úgy gondolom, hogy a város lakói is megértenék, ha azt látnák, hogy van készség, vagy van együttműködési szándék arra, hogy síktalanítás legyen. Ez a legnagyobb veszély, nem a fekete út a probléma. Azt nem lehet garantálni, de a síktalanítást kellene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy jegyző jelenkezető, vagy nyilván megteszi a maga hozzászólását. De azt gondolom, hogy sok minden változik a világban. Nyilván ennyi jármű egyébként nem volt, mint ami most van. Ebben a városban ennyi jármű nem közlekedett. Az emberek többsége ma már gépjárművel közlekedik. Az a világ, amikor kerékpárral vagy éppen a többség gyalogosan élte az életét, az megváltozott jelentős mértékben. Láthatjuk azt mondjuk egy reggeli 7 és fél 8 közötti időszakban, vagy egy 4 óra körül időszakban, hogy a város élhetetlenné válik, hiszen mindenki az iskola előtt akar megállni, az iskolába a kapu előtt akarja a gyereket beszállítani, és ott akarja kitenni is. Ezek az utcák, ezek a keresztmetszetek erre ma alkalmatlanok. Itt is lehetne ez is megér egy logját, foglalkozni kell vele. Ugyanez vonatkozik szerintem, és ebben szoros összefüggés van a síktalanításban is, hiszen akkor, amikor leesik egy nagyobb hó, ugye itt azt mondják, hogy 10 centig nem illendő kotorni, mert nincs mit. De most meg már, ugye ez régen úgy volt, hogy leesett a de volt 10 cent, és elindult a kotró, és akkor le tudta tolni ezt azt a paplant az útról.
Ma meg, mivel ennyi jármű közlekedik, mondhatjuk azt, hogy éjjel-nappal, gyakorlatilag ez mire a 10 centis paplan megkeletkezne, ezt le is tapossák a gépjárművek rá az útra, ami már ezt a tolást nem teszi lehetővé. A korábbi időszakban az egyik komoly probléma az volt, hogy hiába közbeszereztettük, érdemleges gépjármű parkkal rendelkező vállalkozó nem volt a településen, és ugye az volt a kérés, hogy hosszabb közbeszerzést írjunk ki, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki ebbe beruházzon, és mondjuk egy nagyobb eszközparkkal tudjon dolgozni. Keressük a jobb megoldást, természetesen én nem vagyok azzal elégedett, ahogyan ez történik, keresni kell a jobb megoldást. Az idejében azt az utat választottuk, hogy Tedej településrészt egy másik vállalkozóval, vagy másik szolgáltatóval kötöttük le, ami véleményünk szerint egy fontos javulás, mert ott helyben ez elvégzésre kerül. Másrészt egy 5 éves közbeszerzés volt kiírva, amiben van nyertes, és az én tudásom szerint további eszközöket állított munkába. Emellett nekünk is vannak saját gépeink, és történik kézi út síktanítás is, aminek a mértéke és mennyisége kérdés lehet, de az a sommás állítás, hogy nincs síktanítás, és nincs, aki ezt irányítsa, én ezt azért egy sarkos állításnak tartom. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként sok esetben, akik ezt mondjuk egy meleg szobában nézik az ablakból, majd a gép elé leülve jó vitriolosan megállapítják azt, hogy ki mit csinál, meg ki mit nem csinál. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó megoldás egyébként. Én nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy csak jogai vannak, és kötelezettségei pedig nincsenek. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy sokan azt gondolják, hogy az is viszonylagos, hogy most el kell mondjuk a saját lakásuk előtt seperni a havat, vagy nem kell. Ez hozzátartozik, de talán van az a régi jó magyar mondás, hogy mindenki a saját házatáján sepregesen. Nyilván nekünk egyébként föl kell hívni a lakosság figyelmét, hogy milyen kötelezettségei vannak, és hozzáteszem, nem kibújva az alól, hogy az önkormányzatnak is van felelősség, és ebben nyilván van dolgunk, szerintem léptünk egyet, de ez nem elég. Ki lehet mondani, hogy ebben további lépéseket kell tenni, mert az a gépjármű forgalom, az a úthálózatnak a nagyságrendje, ami most van a városban, az már ezt a szolgáltatást vagy gyorsabban kell megtennünk, vagy valami átszervezést fog igényelni, de megadom a szót jegyzőnek. Tisztelt képviselőtestület, válaszomban csak annyira szeretnék, két részről szeretném ezt a dolgot megközelíteni. Az egyik oldal természetesen a végeredmény tekintetében lehetünk elégedetlenek, mert mi magunk sem vagyunk maradéktalanul elégedetlenek. De indok én azt mondani, hogy ez mi magunk nem jutunk el odáig, hogy legyen egy ember a hivatalban, aki ezt irányítsa, azt gondolom, hogy ezt meg kell, hogy cáfoljon. Amit polgármester úr elmondott, azt annyival egészíteném ki, hogy soha nem volt még olyan év, amikor egyszerre 8 járművel tudtunk a városban ségtalanítani, és ez volt az első év, amikor a korábbi 10-20%-os só koncentrációt 50%-ra emeltük fel. Jelzem, a közút 100% sóval szólt, tehát 100%-kal ségtalanít. Én azt gondolom, hogy ez az önkormányzat részéről igen nagy anyagi tehervállalás, de természetesen az eredmény érdekében ezt meg kell tennünk. Természetesen mindent lehet javítani, de azt el szeretném mondani, hogy azért tettünk ilyen lépéseket, ami nem kevés anyagi áldozattal fog járni, de én még egyszer mondom, a munka minőségét lehet javítani, de én azt kérem, hogy az alapvetéseket legalább ilyen szinten ne vitassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Babgálmani. Lakossági jelzésre szeretnék egy kérést és egy kérdést megfogalmazni. A Nikodémusz és Kisfaludy utca sarkon vagy keresztődésben épült ott egy ilyen sziget, hogy az úgy jó-e közlekedési szempontból, mert én ehhez nem értek, csak sokan kifogásolják annak meglétét, vagy mienségét, ismétlem, nem értek hozzá, csak kérdést tettem fel. A másik pedig a hóhoz, pontosabban a hóolvadáshoz kapcsolódik.
Én azt kérem, hogy ha van rá lehetőség, és a közfoglalkoztatás létszáma lehetővé teszi, most még nincsenek tavaszi munkálatok, akkor induljanak már el, biztos haragszanak is ezért rám, és kezdjék meg leengedni a vizet. Például az Albán pékségnél, ahol megáll a csiha iskolásokat szállító busz, amikor kiszálltak egy ilyen 2-3 centis vízbe kellett beleállniuk. Tehát ha van rá lehetőségünk azokon a helyeken, ahol tudjuk, azzal a régi hagyományos módszerrel, így mondtuk, engedgessék le a vizet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ötvös Attila. Igazgató. Alpolgármester úr, köszönöm. Nekem van. A iskolaorvosi ellátást az kötelező önkormányzati feladat, tehát ehhez az önkormányzatnak köze és felelőssége van. Szeretném jelezni, hogy nem érkezett az önkormányzathoz semmilyen jelzés a szülők részéről, hogy valamiféle inzultus érte volna a gyermeküket ebben az időszakban, vagy ezen a vizsgálatok során. Nyilván én úgy gondolom, hogy pláne egy ilyen vulnerábilis időszakban, mint a pubertás körű időszak, mindenképpen a iskolaorvosi vizsgálatnak is kell a intimitását biztosítani, tehát nyilván az iskolaorvosi vizsgálatnak is lehetőleg nem a közösség előtt kell megtörténnie, hanem egyedileg. És nyilván akkor esetleg egy olyan megjegyzés, hogy te túl súlyos vagy, fiam, vigyázzál a súlyodra meg az alakodra, az nem ugyanúgy esik latba, mint hogyha az osztály még azonos nemű tagjai előtt hangzik el. Tehát nyilván erre föl kell hívni a ellátó orvosok figyelmét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek, zárt ülésen folytatjuk majd a...